Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A Klassz FM-en. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, 6 óra múlt 11 perccel. Jó reggelt, Feri, hello, Jani, hello. Jó reggelt. Drága hallgató, még egy ilyen minden van a gyerekek. Minden van itt, amit a búcsúva. Minden gombot megnyomunk, amit találunk magunk előtt. Hát itt vagyunk. Na, egy ebben már sikerült ma megnevettetnem, ez pedig a portás. Egy késleltetett időzítés, egy picit a kapunk, és hát hogyha az ember ugye a kártyát oda teszi a kis szenzorhoz, akkor kattan egyet, és a kattanás után kell megindulni. Na, én ezt rendszeresen úgy csinálom, hogy oda nyom a szenzorhoz, kattanás, nem várom, mégis nekiindulok, és most csináltam. Finoman kasztrálod magad. Hát egyrészt ez, másrészt meg, ugye majdnem csináltam rajta egy kis helyes átfordulást, egy 10 pontos gyakorlatot, 10 pontból indul a gyakorlat, én szerintem olyan 9-8-at csináltam rajta, már az átfordulás nem sikerült tökéletesen, de azért a portás srác volt, hogy ez még nekem is fáj. De komolyan mondom, mitől félünk, én úgy utálom ezt az egész beengedő rendszer, meg kártyás rendszer, tényleg, tehát mintha a Pentagonhoz mennél be, tehát hogy hatféle okirat, lakcímkártya, mágneses kártya, rúd a pöcsödnél, ami minden nap, én is felakadok, neki mész, meg kell húzni magad felé, csak aztán én tudod előre tolni. Féltem, bár álmodtam már erről egyszer-kétszer, a rúda pöcsödnél. Tényleg, itt dolgozna, nem tudom, három miniszter, meg négy, akkor megértem. De honnan hogy... tudod, hogy nem? Hát, hogy itt nincs az emeleten az egyik sufniban egy ilyen kihelyezett miniszteri szék. Neked sose volt kártyád, jól emlékszem, vagy volt az elején? Soha. Azért? Jó, soha. Megnyugodtam. Mert nekem előtte ilyen... megnyílnak a kapuk kártya nélkül. Én szétkínzom a portásokat, mert hallják, hogy jövök, és már ahogy megyek oda, már mondom, hogy agyléci kártyát, és akkor elveszem, és mindig mondom, hogy hagyd ki nyugodtan az asztalon, még jövök. És akkor mindig elrakja, van, aki már kinyhagyja, van egy portás, aki föláll és oda érinti, van, aki, mit tudom én, a belső zsebéből veszi elé, de a rutinosabbak már kint hagyják az asztalon, és elveszem, ezt használom. De csak nekem hagyják, én utána elteszik. Csak hóvégén nekik lesz belőle a kellemetlenség, hogy visszanézik így az adatokat, és azt látják, hogy Laci, de miért mentél egymás neki kétszer, ötször vissza is? Igen, 16-szor. Igen, szóval nem tudom tényleg, de hát nyilván ez van, meg ez a szabály, meg mi ezt betartjuk, csak utálom én is, tehát hogy így nem, és ha valami high-tech felhőkarcolóval jönnénk be, és valami gyönyörű, akkor azt mondom, hogy hát azért megéri, na de most ide, hát rácsuk az ablakon, hogy na de a tartalom, a belső. Mi van itt, ami értékes? A tartalom, meg a belső, hát. Ja, tényleg. Nem a külsőt kell nézni, hogyha egy szép épületben lennénk, akkor legyen izé, legyen fénykapu, meg lézer. Hát nem egy szép épületből, akkor azt gondolt, hogy van mit ellopni, tudod? Aha, tehát na, akkor hát ott értékesek az a dolgok. De ez hát azért az, itt... most megfogtad a lényegét a dolognak. Ez az álca. Ja, ez az álca, igen. Kívül van az álca, belül van az érték. Így van. Nem így a külcsíny számít. Igen. Na, hogy áll Vavrinka Nisikori, gyerekek? Mit hát mondtam? Én Vavrinkát mondtam. Tudja az Isten, hogy mit mondtál, de hogy... És hát bocsánat. Mi van? 6-3-4-3-ra vezet a Vavrinka. A Vavon az nem a formátum, amiben nézzük. Nem. Mondtam, hogy Vavrinka megveri Nisikorit, gyerekek. Aha. De és igaz, ez mikor? Tegnap mondtad? Kérdezz, végig kérdezett olyan egy csomó mindent. Igen. És megfogadtad most, vagy majd később? Nem tetted meg? Most nem, tegnap másznam, hogy nem tudom, ilyesmivel foglalkozt ilyen csip-csup ügyekkel, meg hát még az előző traumát se hevertem ki, de... A világranglista helyezések alapján én is egyébként a Vavrinkát mondtam volna, bár tegnap azt is mondtam, és ezt továbbra is tartom magam, hogy én Japán ellen nem teszek, mert kedvelem őket, és egy ilyen, úgyhogy sokban is van ez már nekem. De a Vavrinka nem Japán, hát tehetté volna rá. Na, Nisikori. Na, érted. És utána még jön Gyoko is. Utána még jön Gyoko. Kitaláltam. Még jön Gyoko is, még ő is játszik. Azt hiszem, hogy ma, és akkor Berdik Möri a másik ág, meg nem tudom. Ja, Raonic Gyoko, az jó lesz, hiszem, Raonic ott nagyon elveri a Gyoko, úgyhogy. Gyoko ihletett formában játszik, ahogy ezt a szakkommentátorok szokták mondani, ráadásul ugye a mamája nemrég ünnepelt a születésnapját, őt felköszöntötte az egész Rod Laver aréna, és ennek ő nagyon örült, és még ez meg nem volt még kemény ellenfelem. Ja, jó a sorsolása. Bolondokkal játszik mindig. Ja. De bemondta, hogy a mamának most volt a születésnapja, kedves aréna ünnepei. Nem képzeld el, valakinek kidobta a telefonja, vagy én nem tudom. A Facebookon barátom Gyoko anyja. Mama az, és ott szokott ülni, sokszor lelátom, sokszor bele is szól a mérkőzésekbe, és ezért nagyon kedvelik, és akkor így most így jelezték, és mindenki törült neki együtt. És a Gyokonak is végre eszébe jutott, hogy a szülőnek az. Vett egy csokor virágot gyorsan. Ja, jó, hogy szóltatok. Jaj, de drágák. No, az olyan jó egyébként, mikor így van egy baráti társaság, és valamelyik egy gyereknek, vagy fiatalnak a szülőjét így szereti az egész társaság.
Ezt nem ismerem, ezt az érzést. Ja, ez mi? Jó, ja, hogy a társaság szüleit szereti a társaság. Hogy legalább egy. Tehát Mammer a kedvenc, mert Mammer még Stifler mamája. Az, ah, hát Stifler mamája. Olyan tekintetben egy őket engem is. Én számos izgalmas a tém. Stifler mamája. Nekem sose volt Stifler mamája effektus. Tehát se egyik haveromnak se túl jól anyja. Nekünk volt. Volt Stifler mamája? Igen, általános iskolában az egyik osztálytársunknak, egy Zsolt nevű srácnak a mamája. Cudar volt a Mammer? Annyira durván jól nézett ki. Jóféle milf. Gyűlöltétek Zsoltot, de minden délután ott ültetek. Egyszerűen egy csoda volt. Te tényleg. Tehát, hogy ez a... És mama tudta, vagy mama nem vette észre? Tehát mama úgy volt helyes, hogy nem is tudta, vagy mama rájátszott? Nem, ő egy picit rájátszott. Ő egy picit rájátszós típus volt, de volt mire rájátszania. Tehát, hogy azért így szóval szakadt, hangfelnakadt, ahogy a költő mondta. Nem, amikor nem megjelent egy ilyen iskolai rendezvényen, vagy ünnepségen. Hú. Azért. De ahogy ott mindenki szorult a hurok? Igen, ott azért mindenkinek szájzárat kellett gyorsan produkálni, hogy annyi elvene, hogy felnyalja az aszfaltot, illetve az alakuló teret, ami nálunk a kosárlabda pálya volt. Mert hogy hát, szerintem... És papa is volt, vagy csak mindig mama jött? A papa is volt, de arra nem gerjedtek. Papa az nagyon sokat tartózkodott külföldön. Ó, hát az nagyon jó. Így van. Volt befutó közületek, aki Zsolt mamájánál beért? Hát, hogy ki nem volt, azt tudod. Azt sejtitek? Nem. Azért szerintem az általános iskolában nem válogatott még magának. Talán később a középiskolában vagy a gimnáziumban még előfordulhatott, aztán talán később el is váltak, de nem hiszem, hogy emiatt. És, de hát megmondom, hogy szerintem gyönyörű nő volt. Kicsit meg túl gondoltuk az én felvetésemet, mert én arra gondoltam, hogy szimplán jó fej, hogy szeretünk vele dumálni, meg úgy jó csapattag. Kicsit túl. Ezt azonnal túl. Jó, náluk ilyen nincs. Jó fej, jó csapattag. Nagyon vagy csak süssöbb főzzen. Dugnád, mint a lopott. Aha. Na, és nálatok ilyen van. Jó fej, meg csapattag. Mi ez? Mackó őrs, érted? Jó fej, meg csapattag. Jó, mondjuk ki a lényeget, nem? Stifler mamája, vagy nem Stifler mamája? Hát most egy figyelj, csapattag. Engem kirúgtak a kizből, tehát hogy érted? De nem emiatt. Mit? Stifler mamája. Sok sár volt rajta. A gyerekek, jöttem ide, és láttam valamit a bokorban, és azóta azon gondolkozom, hogy mi volt, hogy meg kellett volna-e állni, vagy nem kellett-e volna-e megállni. Gőzölgött vagy nem. Tessék? Gőzölgött vagy sem. Olyan volt, mint egy párduc. Akkor meg kellett volna. Aztán rájöttem, hogy lehet, hogy valakinek a fekete sája volt, de aztán azon is gondolkoztam, hogy egy alkesz beszorult a bokorba, és én csak a lábait láttam, és fekete cipőben vagy volt. Vagy egy új média hack a hangától. Vagy a hanga, igen, így próbál az állatkertnek látogatókat szerezni. Két ilyen vékony láb lógott ki a bokorból, de olyan gyorsan mentem el mellette, hogy nem tudom, hogy mi volt, és nem volt cipő rajta, tehát azt így nem láttam, csak azt láttam, hogy balra a szerémi úton van egy nagy ösvény, tudod, egy ilyen bozót, ami elválasztja a másik, ne világítsak az ember, tök jó egyébként. És ott volt két láb. De nem tudom, hogy mi, és ha valaki arra jár, hát ha látja, ahogy elhagyod a budafoki leágazást, van egy enyhe jobb kanyar, és elindulsz a Lányvén sídra, és ott balra nézzétek meg, egy olyan 100 méter után ott na, lesz én balra. Én hazafelé arra megyek. De te a másik oldalról leszel, és egy másik oldal a kocsival jössz, azt de nem fogod látni. De túlmegy és vissza fog fordulni. Ha túlmész és visszafordulsz, ott van. És nem tudom, hogy mi volt. Hogy szerintem párduc. Hogyha ez egy párduc, és az elválasztó sövény egyik oldalán kilógott, akkor jó hallani a másik oldalon, mert akkor na, a másik oldalon a hátuljának kell, vagy nem, ott a feje, mert nekem volt a hátulja. Ez két hátsó láb volt, vagy mondom, hát valaki félig, beszorult, mert ott azért néha alszanak szegénykék, akik ilyen homeless-ek, mindig hát. Azt mondják, hogy beesik valaki elém a bokorból, így bedől, tudod, mert nem lehet látni. De érdekesen néznek, hiszen nem, aki arra megy, fogja látni. Szerintem sok megoldása lehet ennek a dolognak. Hát, hogy abba biztos lehet, hogy mondjuk így félig eltelepülni, hogy pár duc, tehát, hogy kettő volt egy pár duc. Tehát, hogy abban biztos, hogy tehát két duc elindult valahova. Szerintem lehetett elromlott trafipax, nem három lábon, nem csak kettő, ami eldőlt, bedőlt a bokorba. Ez is lehetett szerintem. Azon kívül mi lehetett még? Azt mondja, hogy hát lehettek hanyagvadászok, azt is tudjuk, hogy mostanában elég sok helyen hagynak maguk után mindenféle ilyen félig felbontott, meg feldolgozott állati tetemet. Az is lehetett szerintem, egy hajtóvadászot tartott egy arra is. Egy fekete lábú micsoda? Fekete lábú. Párduc? Hát... Te is a párducán, vagy ő egy másik tetem volt? Ez egy fekete lábú... Vagy már megfeketetett. Aha. De mi van, ha valaki oda beszorult? Tehát elindult, fejjel átfúrja magát, és beszorult, és a feje van az egyik oldalon, tényleg, és a másik oldalon ott lógott a két lába. Reméljük, fekete dolgot nézzetek. Nem mennek arra szemfüles. Kiválós. Igen, akik mögé állnak. Hello, Harlow, mi van itt? Jó napot kívánok, de szépen indul reggel.
Ennél szebb szerdát már rég éltem. Hát az is. És mi van akkor, hogyha egy ilyen nagyítás dologról van szó? Tehát, hogyha ott egy bűncselekmény áldozata hever. Na, ezen is gondolkozz, hogy miért még ott elmegyünk. Látod, és visszafelé jössz, és már nem lesz ott. Igen, és elmegyünk autósok, lehet, hogy valaki bajban volt, lehet, hogy valaki becorult, lehet, hogy valaki ott fekszik, érted, és a két lábát látta, olyan furán nézett. Menjünk most vissza hárman. Tessék? Zsűr, rakd be valami hosszú zenét. Rakd be Michael Oldfieldot a Tubular Bells-t. Igen. Ott lesz, ha valaki arra megy, ott lesz, Szerémi úton a bal oldalon. Nem lehet, hogy csak a sötét miatt valami. Nem, biztos, hogy volt ott. De én azon is gondolom, hogy olyan volt, mint egy sál. Tehát, hogy valaki ott hagyta a sáját, és az lógott le, de ez túl racionális magyarázat. Igen, a párduc az kevéssé. A párduc az jobb, azt jobban el tudom fogadni. A sál az olyan hétköznapi. Hangának van fekete párduc a fővárosi állatkertben? Biztos, hogy van. Nincs neki? Mert hogy honnan van fekete? Érted? Tehát, hogy honnan van fekete párduc. Van ott minden. Biztos, hogy mutogatta. Hop-hop, tűzik. Én is láttam, Bali, párduc lesz az. Írja valaki. Akkor biztos. Így valaki, mondom, hogy ott van, nézzétek meg. Budafoki leágazás után, az Ocean után ott szépen elindultok a lágymenyesít felé, és ott lesz balra. Valaki látja, akkor mondja már meg, hogy mi volt az. Titok. Vagy húzzátok ki az embert, ha ott fekszik. Tehát, hogy vagy szóljatok a mentőknek. Simán lehet. Tényleg ott nagyon sűrű esemény, el tudom kezdeni, valaki arra fennakadt, és ott alszik, meg ne fagyjon. Tehát, hogy tényleg két lábat láttam. Cipő volt a lábán. Nem láttam ilyen gyorsan, nem fekete volt. Tehát nem tudtam meg, nem mire fölfogtam, néztem a tükröt, de akkor csak ott lógott két fekete valami. Lehet, hogy lapcipők volt. Tehát nem volt két, mint tudom én, fehér sportcipő rajtam, ezt megismerem. Meg akkor nem biztos, hogy pár duc. Akkor bálból jött, ha lakcipő volt rajta. Az is lehet, ugye? Valaki azt milyen névnap volt tegnap? Valaki azt írja, hogy Jason Tatum volt. Ebben egyébként van valami. Ez nagyon tetszik, ez egy jó felvetés. Vagy Papucsorán Pamutboy. Aha. Az is lehet. Uh-huh. Pamutboy. Igen, ez Lee írta nekünk. Köszönjük szépen. Na mindegy, szóval, hogy tényleg nézzétek meg, jó? Aztán húzzátok ki, és szóljatok neki, hogy mi mentettük meg. Sokat aludtál este, vagy keveset? Hát a sok alvás az én esetemben most az már hetek óta az egy illúzió. Nincs. Hát háromszor volt fenn a gyerek, vagy négyszer. Jó, úgyhogy... Csak azért, hogy tudod, vannak ilyen hallucinációk. Már lehet ilyenkor, egyébként, hogy itt tartok. Hát hogy egy ilyen pszilobicin gomba fogyasztásához hasonló ilyen halucinogén dolgokat vizionálok már egy-egy műzli szerető reggel simán egyébként. Jó, ez is lehet, nem tudom. Csak én mondtam, hogy nehogy baj legyen. Azt mondtam, majd halljátok, hogy valaki ott megfagyott, vagy minden, akkor majd tudjátok, hogy Bali reggeli már szólt, hogy onnan húzzátok ki ez az ember. Most még van esély megmenteni. Ilyenkor egyébként, hogyha van egy állampolgári bejelentés, mondjuk a részedő betrafsz, nem tudom, hogy mi volt az, de lehet, hogy... Szerintem kimennek. Hogy így kezdődik, akkor kimennek. Arra mennek a járőrözők egyébként. Szerintem elküldenek arra. Azért azt mondta, hogy lehet, hogy ember volt, és a bokorban fekszik, -1 fok van, szerintem arra kimennek. Mm-hmm. Hát, ha van arra trafi, akkor szerintem amúgy is automaták ezek a berendezések, szerintem nem kellettek oda most, srácok, menjetek már, azt nézzétek már meg. Most így. És majd színnek, na a hülye Balázs egy sál miatt küldött minket, vagy egy farmer nadrág volt rádobva a bokorra, vagy mit tudom, egy jéger alsó. Egy fekete jéger, olyan volt, egy harisnya. Akkor valaki viszont oda tereget. Az is lehet, nem? Tényleg. Egyébként az is lehet, igen. Nem örül majd neki reggel, hogy eltűnik a harisnyár. Igen. Na mindegy, jó van, ha valaki látja, írja meg, hogy mi volt az. Viszont srácok, gondolom nektek, hogy ugye egyre jobban terjednek ezek a mindenféle ilyen fertőzéses betegségek. Bizonyám. Közülünk is azért már sajnos Annát elragadta erre a hétre. Ez a dolog, meg úgy lehet hallani, Gyuli is mondta, hogy a környezetében elég sokan vannak, úgyhogy én most azt csinálom, részben egyébként rátok való tekintettel, részben pedig magamra való tekintettel, hogy minden egyes bögrét, amit használunk, berakom a mikróba, 1 percre 700 watt. De nagy megölök vagy. Mindent. Kinyírok mindent. Laci szerint csak rásütöm. Ez is volt most a mikróba. Mit? Ez is volt most a mikróba. Azt egy most nem tudom, ki hozta. Ezt a Laci hozta nekem, a kávéval, csak olyan fura íze van. Benne volt, berakta? Benne volt. Na igen, berakjuk, kinyírunk mindenkit. Aha. Bárki kapaszkodik rajta, tapad rajta az alján, a tetején, a közepén. Vigyázzunk, mert mindenki iszik mindenki bögréjéből. 1 percre be a mikróba. És teszel bele valamit, vagy csak simán? Tehát, hogy vízzel melegíted, hogy legyen egy gőzpára? Nem, semmi nincsen, semmi. Csak a nyers, durva, gyilkos mikrohullám. És a bögre. Én nem tudom, hogy ez volt a csirátlan, de ennek most olyan fura íze van, hogy lehet, hogy a mézve ilyen savanyú. Lehet, hogy a Laci még őt, mert én amikor Laci jött be, én egyet éppen bent. Aha. Mikroztam, gyilkoltam. De lehet, hogy a Laci a kávét is csirátlanította. Az lehet, gyerekek, savanyú a kávé konkrétan. Ez a tej, ez még friss volt? Az a tejnek a hibája lehet. A bögre nem savanyodik. Ne beszélj, Laci, megsavanyodott a tej kicsit, azt tudod? Megkóstoltad? Előittad? A kávé, savanyú a kávé? Hát azért savanyú a kávé? Mi megromlott? Hogy mi történt? Elég jó minőségű kávé, kicsit húztam is a számot, amikor vettem. Neked is savanyú? Akkor savanyú kávét iszunk? Én ugyanazt a kávét hittem, nem volt savanyú, az a tej. Kivette? Mi ez a szar?
Hát ez a szar. Hogy nem kopillóak. Ez a szar egy... No, de miért savanyú? Ez a szar egy árkategóriával feljebb van, mint az, amit nem tartottatok savanyúnak ezelőtt. De ha neked is az, akkor nem velem van a baj. Ugye érzed, hogy van egy ilyen kis savanyú? Itt ám a kávét, Jani? Hát, érzed, hogy van egy ilyen kis savanyás, savanyás mellék íze? Az enyémnek nem volt. Nézd, na most én tej nélkül ittam a kávét reggel, az enyém jó volt. De csak honnan ittad? Azon? Honnan ittad? Ugyan, a begréből. De a gépből? A persze. Ja. Ugyanabból a gépből. Nem, ez egy jó minőségű kávé, most nem mondanám egyébként. Nem, mert a tej lesz a baj. Tehát hogy nyilván azért az megárt mindenkinek, ha az van a dobozon, hogy lejárat 2012. október. Tehát hogy azért az nem biztos, hogy, az nem biztos, hogy szerencsés hát, beletölteni a kávéba. Vagy ugyanaz a szátok íze, mint a... mind a kettőtöknek, Lacinak is, meg neked is. Hát a Laci, nem tudom, durább dolgokat vesz nem, a szájába. Nem akarsz te olyan szájízt, mint ami neki van. Na minden, jó, nem, megnézzük a tejet, gyerekek, lehet, hogy a tejet gyanús, nem tudom, de lehet, hogy csíráztatás, és ez az igazi íz. Tehát eddig ittam én rosszul a kávét, és most egy csíráztatott pohárból most érezni igazából. Hát csírátlanított. Csírátlanított. Persze, mert az előzetel volt mindenféle mikroorganizmusokkal, ez most már nincs. Ez teljes eredben van téve. Én így harcolok, küzdök, értetek is magamért is. Jó, a tej, megnézted? A sajátodat, ami külön hűtőtben van. Mi a cél, csak volt? Nekem meg töltitek ezt a idét, igen. Aludt tejet kapok a kávéma. Kérdezz egy hallgató, mi van, jött UFO-s e-mail? Nem jött. Pénteken. Hát valószínűleg egyébként nyilván az UFO kutató, ugye pénteken beszéltünk Magyarország egyik magyar UFO szövetség elnöke, és amit el tudsz képzelni, és én kértem, mert ő mondta, hogy neki vannak dokumentumok a holdraszállása. UFO-s holdraszállása. Mindenről van dokumentum. Igen. És hogy átküldi, de azt elmondta, hogy eddig ő ezt bárhova feltette, levették. Tehát lehet, hogy abban a pillanatban, hogy ezt kimondta, hogy átküldi nekünk, vagy nekem, a kettőnk közötti internet kapcsolatot, a madzagot elkötötték. Jézus Mária, lehet, hogy már felpeckelt szájjal hever egy 1002-esnek a csomagtartójában valahol. Ahogy megnyomta az enter gombot, elkötötték a kábelt, és elvitték felpeckelni. Tehát akkor nem látunk holdraszállást. Semmit nem látunk. Miért adásban megígért, hogy küld nekünk UFO-s holdraszállós videót, hogy neki vannak bizonyítékai. Hát miért nem küldje? Hát milyen nem nincs neki. Jó, hát ebben az országban azért van egy-két ember, aki már ígért mindenfélét élő adásban, az semmi se lett belőle. Nem lett belőle semmi. De nagyon vártam pedig egész hétvégén. Csörögjél már rá. Mit csörögjél? Hát pénteken megbeszéltük, hogy átküldi. Anna fölhívta, elmondta az e-mail címet. Mondta az ember, hogy majd délután küldi, nem küldte, akkor még rácsörögtünk, mondta, hogy majd szombaton küldi, nem küldte. Tehát azt gondolom, hogy innentől kezdve az a nagyszerű bizonyíték, igen, ami a kezében van, a hús! Sokkal többet ennél nem lehet tenni, amit kétszer rácsörögtetek, hogy tesó. De nem lehet, hogy valami baj van. Menj, kopogj be hozzá, annyit tudok, hogy földszint 2. Köszi, csak pár lakás van. Úgyhogy nincs ilyen bizonyíték továbbra. Akkor nem, pedig nagyon vártam. Képzeljétek el, tegnap ilyen izgalmas dolgot próbáltam ki, már más számomra. Így van, de hogy másztam fel? Fejjel lefelé. Nem, még sem. Képzeljétek el, társ nélkül, mert hogy a kedvenc termemben a Spider-Man felszereltek két automata biztosított, amit én eddig csak az interneten láttam, és egy hihetetlenül jó pofa dologról van szó. Ezt akkor használják, amikor nem tud eljönni véletlenül a társa. Ráakasztod magad egy ilyen kis húzarra, és fönt van egy gép, aminek segítségével gyakorlatilag te fölmész, ahogy mászol, húzza be a kábelt, és amikor a végére értél szépen a kis actionödnek, beleülsz, és leenged. És honnan tudja, hogy a végén vagyok? Na, most megfogott. Ilyen hülye kérdés, de jó egyébként vagy. Logikusan hangzik. Apa, hát ez, ha, de honnan? Tényleg, honnan látja, a végén van, leengedem. És a közepén én beleülök, akkor nem enged le? És a közepén te leesel. De honnan ti szólok neki, vagy... Nyilván leengem? Honnan tudja, a terhelés hatására, tehát ugye ez egy ilyen hidrológus, illetve pneumatikus szerkezet, és hát attól függően ugye, hogy fölfelé mész, vagy lefele ereszkedsz szépen, úgy lép akcióba a hidrológus, vagy pneumatikus része ennek a kis történetnek, és akkor amikor érzi a terhelést, akkor ő szépen elkezd fékezni. Tehát nem tudsz lezuhanni? Most még egy kérdés fölmerül. Igen, mert ha mit véletlenül ketten másznánk. Tehát én másznék ezzel a testtel. Azt ő honnan tudja? Hány kiló vagy most, Feri? Most vagy 110. Nem. Jó, akkor még szerintem... Még egy 40-et, ha ledobok, akkor... Az két gép kell. Ez gyorsan vagy össz le, de egyébként más. Na, érted? Tehát te vagy 60 kiló, meg megy egy 80 kilós mászni, a 80 kilósat is meg tudja fogni, meg téged is, meg engem is. Vagy be kell állítani. Vagy van egy ilyen testrúgózás az alján. Nem. Valameddig kalibrálva van, gondolom, tudod. Igen, meg az van, hogy ő annak megfelelően fogja vissza. Hát ő érzi, hogy milyen súly van a végén. Pontosan. Ez nekem több helyen gyanús. Ez hogy hol a vége,
amit Balimon, nagyon jó. Hát gondolom, a mászol fölfelé nincs a kötélben terhelés. Abba a pillanat, hogy elengeded vagy lecsúszol, hát ugye megterhelés, abba a pillanat, ráfognak a fogaskereket. És lemertél ugrani a végén? Például azt szoktad érezni, hogy rettenetesen húz vissza a biztonsági övezetés közben? Soha. És amikor például egy picit belefékezel, akkor megfog? Téged is? Na, jó van, akkor ezt megbeszéltük. Ugyanez a magyarázat. Jó vagy. Itt a magyarázat. Na és milyen volt úgy leugrani, hogy nincs ember a végeden? Na, ez nagyon fura volt. Ez fura érzés volt. Tehát, hogy így, amikor, tudod, így gyakorlatilag olyasmi volt, pici túlzással, nagyon jó, sok túlzással, mint amikor bungee jumping voltunk, hogy így ugrasz bele a semmibe. Tehát nagyon fura volt így, tudod, így, mert nem az volt, hogy ízét, hogy akkor érzed, hogy feszesebb egy picit a kötél, és akkor a kollégád elkezd intenzíven biztosítani az lefelé ereszkedés, nem, hanem így a semmibe így, és az elején ugye nem is érzel gyakorlatilag semmit ebből a fékező hatásból, meg a szerkezet sem érzékel a terhelést, csak akkor megfog. És hú, azért az, tudod. Igen. Azért leesel érted, oda mész a géphez, és rajta van egy tesztüzem tábla, tudod, azért az, ne használja a tesztüzem, tudod, mi ne üljön bele, azért az elég kellemet. Nem, csak ez a kettő van még, ez egyik haverom kint dolgozik Kanadában, ő azt mondja, hogy csak ilyennel mászik, mert hogy nincsen kint társa, aha, meg ilyen össze-vissza dolgozik, a filmiparban melozik a srác, és emiatt így össze-vissza vannak, melóik reggel, este, délelőtt, délután, éjszaka össze-vissza dolgoznak, és ő csak ilyenekkel megy, és akkor ott van 30-40 darab út, mindenek a tetején ott van egy ilyen kis szerkezet, oda megy, beakasztja magát, és kész. Az menő azért, hogy egy gépre rábízod így az életed. Igen. Igen. Mikor jövünk el együtt? Hova? Kipróbálni? Mászni? Egy ilyet? Aha. Én mondjuk egy gyerekek, két engem lépés, mire jutnék, azt hiszem. Olyan jó, szinte, oké, hagy hideget. Az őszintességet. Halálosan őszinte vagyok, minden helyzetben tudjátok, gyerekek, olyan szinte, hogy hideget. Tök jó, mint sztori, meghallgattam, de hogy én ezért 3 métert nem mennék, az a gép itt lenne, a sarkon sem mennék, inkább innék még egy kávét. De mind érted, ez olyan, mintha én egy adogatógéppel játszanék. Hát nyilván nekem nagy élmény, tudod, behozták a legújabb adogatógépet. De nekem az is tetszik. Tehát, hogy valahol, nem tudom, lehet, hogy a robotika, vagy legalábbis az ilyen alacsonyabb szintű robotika iránt én nagyon, nagyon érdeklődöm, mert nagyon izgalmasnak tudom. Tehát például engem az adókodókat kép is egyébként így izgat. Tök jó pofa dologról van szó. Csővel szemben, ami jobbra-balra megy érte. Lehet, hogy azért, mert nem kell beszélgetni, vagy nem tudom. Semmi, beletöltesz 500 labdát, beütött, hogy hova adja neked tenyeres fonákra, ütöd. Hát vagy elnevezheted, hogyha hiányzik valaki, hiányzik a társad, akivel mit tudom én szoktál teniszezni. Igen. Ilyesmi. Azt mondod, mit tudom én, elnevezheted Balázs Ákosnak, vagy az adogatógépet, vagy Norbinak, én Lacinak hívom a gépet. Egy igen, Lacina. Lézi, Laci, több kötele. Azt írják el, már minden játszóházban van ilyen. Igen? Játszóházban. Szenzáció, Jani, már minden játszóházban van ilyen. Hol? Nem akartam, hogy egy éve a gyerek ezzel ereszkedik, de felejtsd el, nem érdekel. Ráadásul otthon. Így én, Benny vacsora. Kihúzza az ebédlőbe. Nem akartam belerondítani a sztoritba a felénél, de igen, utálom azt a rohadt gépet, mindig nekem kell megszerelni, igen, mikor alszik. Na jó, van, fél hét múlt pontosan 3 perccel, várjuk az SMS-eket, már egyébként nagyon aktívak vagytok, rengeteg arcoskodó SMS jött már, hogy kit kell kihívni, kit kell, nem tudom, elgyengíteni, vagy megfektetni, nagyon sok SMS jön, hogy az ember játékba kerüljön. Meglátjuk, jó? Júli dönt, mert hogy Anna beteg, jelentkezzetek játékra, fél hét múlt pontosan 4 perccel, mi jövünk, Ákos híre jutam. 7 perccel pontosan, 7 óra, szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, és már is nézzük, hogy... Csak próbálok belépni. Hogy ki a játékosunk, mert hogy ugye hát biztos lesz játékosunk. Mindig szokott lenni. Mindig. Nem emlékszem rá, hogy mikor volt utoljára, hogy nem volt játékosunk, miközben játszani szerettünk. Igen. Baleset a gyorsforgalmin, a határúti felüljárónál, a gyorsforgalmi mindkét irányban járhatatlan. Ez nagyon fontos, nehogy valaki lekésse a repülőgépet. 6:40-kor lezárták a tűzoltók a reptére vezető gyorsforgalmi utat, így van, ez ugyanaz az SMS. Aztán Várpalotán drága szelfiket készítenek, éberik a Veszprém felé menőkről, puca küldte nekünk, valamint az M1-esen a 142-es kilométer könél 3 személyautó, egy busz és egy furgon ment össze. Atyaisten, alakul a dugó, valószínűleg le is lesz zárva a szakasz, rendőrök még nincsenek. Az egy komolyabb balesetnek tűnik. Na, hogy állunk játékkal? Egy-egy. Ajaj, akkor hoznunk kell. Bizony, mind a kettőt te intézted így. Egyre állunk. Igen. Aha. Jó, már még fellendültél a nyerekbe, aztán ugyanezzel a lendülettel le is a lábon. Tehát fölültem a lóra, és le is estem a lóra. Átestem a másik oldalra, igen. Na, megnézzük, ki a mai játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra.
Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt! Hello, stop, szép jó reggelt! Szia, hello, Gábor! Honnan hívtál minket, Gábor? Kiskörös, Fények városa. Kiskörös, igen. De jó vagy, így van. Fények városa. Így van. Kivel szeretnél játszani? Hát egyértelmű, hogy veled. De miért nem hagytok engem már békén? Tényleg, hát én kettőt játszottam a héten, én megpihennék egy kicsit, itt van egy kiéhezett Feri, egy vértimot, Jani, hát ne, nézd meg. Sorra kerül, az is elmondom, hogy miért téged akarlak morsodni. Akkor majd a játékban elmondod? Játékban gondolod? Szó szerint, így van. Na, nézzük akkor ezt, jó, legyen ez a játék. A kávémat nem tudom meginni. Na jó van. Várjál. Hülye kérdés. A hülye kérdése kette van. Jó? Jó. Vagy elengedtük, hogy tegnap nem volt? Legyen. Jó, azért legyen. Hát, hülye kérdés is mindegy. Jó. Úgyse fogsz rá válaszolni. Nem érdekel. Tényleg ott született Adi. Igen. Na, mehetünk? Mehetünk. Jani? 3, 2, 1, fire! Na, itt vagyok. Kérdezel, vagy kérdezek én? Elmondom, hogy miért veled szeretnék játszani, jó? Na. Megfelel. Hogyne, figyelek. A Feri az rendes húsevő gyerek. Békén hagyom. A Janival meg... Hát, a súlycsoport különbségek miatt az inkorlek lenne, hogyha... De miért, ilyen nehéz vagy? Hány kiló vagy? Sok. Sok? Ha a nyakába ugranék, akkor is meghalna, pedig akkor csak örömömbe volt. Húha, te szereted ezeket a szójátékokat, meg szóvicceket, nem? Meg ilyen vicces mondásokat. Jó, megint kimondtam? Nem. Megint kimondtam? De. Tényleg kimondtam? Ki? Ja, tényleg kimondtam. Szereted ezeket a vicces szó, nem? Kizem. Hagyjatok Jézus. A hétre engem, nem tudok. Tényleg kimondtam, észre se vettem. Jézus! Kimondtad egyrészt, másrészt meg csak le akartam fejezni, neked meg akkora arcod van, hogy muszáj belőle lefaragni, érted? De látod, hát már le is ment. Visszakerülj, nem a picegödőrbe, hanem valóban a mögé. Nem, mert már nincs lejjebb. Ideig mindig azt mondtad, hogy szoktál lovagolni, hát most te csak azon a lóhúson ülhetsz, amit a hentes nem mérhet ki. Na, adjál még, rúgdossad a főhúsfekvőt. Hát nem, hogy lóhús nincs, lovat se látok. Az is csak 5. lábnak használja, tudod. Tehát most csak azon a lóhúson ülhetsz, jó? Gyerekek, nem megy ez, abba kell ezt nekem hagyni, tényleg. Ez nem az én játékom. Viszont Balázs, kérdeztetek valamit, mielőtt nagyon elkeseredni, vagy ki inkább kérni szeretnék, de nem kerül semmibe. Na? Ha lehet, hogy ha már így elvertelek, csak azért. Élvezd ki minden pillanatát. Ritka pillanat, muszáj. Hogy a Gábort, ha megkérdeznétek tőle, hogy árulja, legyen szíves, hogyha már a... Ez betűből is Párizsit csinálnak, akkor cukorbetegeknek a diabetikus kaják, azok mi olyan pocsékak? Mondjuk egy diabetikus csokit, hogyha megveszel, tudom ez a Janinak ez a már rosszul van tőle, hogy egyáltalán diabetikus meg csoki. Szó összetétel, szó rosszul van. Jó, tehát hogy miért van ilyen íze? Aha. Így van, tehát hogyha már a szalmonellát csinálnak, érted, akkor, uh-huh. akkor miért nem tudnak? Tehát nekem a Gábor ne jöjjön ez a csicsók a fülére, meg a avokádók én. Nem tudom, micsodában, mert hallnak megyek tőle. Megkérdezzük, jó? Megkérdezzük mindenképpen, Gábor. Olyan mondjon, amit rendes ember is meg tud venni. Megkérdezzük. Jó, ez holnap, ha jön, akkor ez lesz az első kérdés, amivel indítunk. Jó? Küldjük neked az ajándékcsomagot. Köszi, megverhettelek, jó esett a mai napokban. Hello. Ezt az arcot. Ciao. Jó fej volt. Jó, mi kértük, hogy arcoskodjanak? Hát, és nyert, hát ugye a győztesnek nem kell magyarázkodnia. Ez nem jó így, nem jó, ez nem elfogadhatatlan. Így érzed? Na jó, nem tudok ebben belenyugodni. Na jó, most felhúztam magam. Tehát holnap is? Most felszívom magam. Igen. Most felhúztam, holnap nyernetek kell. Igen, most annyira felhúztam magam, hogy holnap most már játszatok. Játszatok ti. M357-es kilométernél Helyőpapinál Debrecen felé két nő lerobbant, és az útszél integetnek segítségért. Veszélyes. Jaj, szegények. Lajos Mizsei vonalon a Pesszent Imre felsőről 7:12-kor nyugatiba menő vonat 28 percet késik. Ezt Ari küldte nekünk. Köszönjük szépen. Na jól van. Oké, meghallgatjuk Ákos legfrissebb híreit újra, mi pedig jövünk a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred.
Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vagon Jani. Itt a Klassz FM-en. 7 óra múlt, 11 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk és folytatjuk. Illetve pontosabban elkezdjük, mert lehet, hogy valaki ebben a pillanatban ébredt, neki ez ugye kezdésnek számít. Kint hűvös van, de nincs olyan hideg, mint tegnap. Tegnap előtt ilyen pát, nyilván Budapestet mondjuk mindig, de országosan sincs azért annyira hideg, mint amennyire volt néhány nappal ezelőtt. Igen, -2, plusz 2 között van általában, nyilván vannak helyek, ahol hidegebb van, de nem annyira vészes. 3-4 fokkal gyengébb most az idő, mint tegnap volt. Így van, persze jól fel kell öltözni, de nincs az a nagyon-nagyon nagy hideg. Gyerekek, tegnap hóembert építettünk, angyalkát fetrengtünk a hóba, és hatalmas hósziklákat rúgtunk bele a patakba, ahol nálunk, persze nyilván nem csináltam fotót, mert nem vittem magammal telefon, másfél órát voltam kint tegnap Benivel. Az jó. Olyan hóembereket építettünk, hogy az elképesztő. És lefejeztétek őket? A többiekét lefejeztük természetesen, jó. Tehát azokat is ártatlan. Főleg, amik szépek lettek. Főleg, amelyre nagyon féltékenyek voltunk, és ártatlan árválkodtak ott a patakparton, azokat természetesen bele rúgtuk a folyóba, megmutattam a Bennek, hogy hogy kell. Nézd, milyen szép hóember, Benni! Szétrúgjuk, mint tavaly! Ezt a kis Áronka építette az Illatos utcából, hát akkor menjünk oda, most pedig a izéből, a nem tudom milyen utcából. Jolán utcából, szedjük szét azt is. Szóval jó, tényleg, még mindig nagy hó van. Tehát még mindig, csak mindig óriási hó van nálunk. Városiaknak mondja, de ahol gram hó nincs. Megtanítottam tegnap angyalkát feküdni a hóba. Úgyhogy azóta azt csinálja, Viki nem volt annyira boldog, mikor beállítottunk átázott csizmával, meg nem tudom, anorákkal, meg a gyerekről folyt a víz konkrétan. Igen, mert az videoklipekben meg ilyen romantikus filmekben marha jól néz ki. Egyébként tényleg úgy néz ki. Jó, tényleg az így ez simában is, csak ugye amikor hazamész és anyu szembesül azzal, hogy tiszta hó, sár, víz, a kabát, a nadrág, az zomni minden. De nagyon szeretem, hogy nálunk ez valahogy így nem olvad el, vagy így megmarad. Na, ha valaki balesetről SMS-t ír az autópályán, miért nem írja, hogy melyik irányba? Ezt többen kérdezitek tőlünk, de mondjuk, mert hogy megjött a megfejtés. Az M1-esen van ez a baleset, a Lébényi kijáratnál teljes útzár Budapest felé. Ez fontos. Most Magyaróvárnál érdemes lejönni, utána Lébénynél pedig már újra vissza lehet menni az autópályára. Ezt Lesi küldte nekünk. Aztán írja valaki kicsit leszúró hangnemben, hogy mondjátok már be, hogy az M1-es 142-es kilométeren lévő dugó melyik irányban van. Gábor, ezt mondjuk neked is, hogy mi mindig azt tudjuk bemondani, amit megírnak a hallgatóink. Tehát, hogy azt írja, hogy 141-es kilométer M1-es baleset, akkor én nem szórakozásból nem teszem hozzá, hogy ha-ha, most megtréfáljuk őket. Hanem nem írja oda, aztán bejön egy SMS, ahol már odaírják. Úgyhogy léci, ti legyetek pontosan. Igen, lehet minket sok mindenért leszúrni, de nem jó, mert én tényleg mindent beolvasok, csak ha nem küldik el, akkor nem tudom. De most megjött, hál' Isten, úgyhogy köszönjük szépen Lesinek. Aki arra megy, az vigyázom Budapest felé, tehát a Lébényi kijáratnál. Gyorsforgalmi felüljáró a határútnál szintén le van zárva, 2-es Ávásztól Pest felé ma reggeli sűrű ködös, mindenki óvatosan menjen, ezt Livi küldte. Kispesten a határútnál a felüljáró lezárva, ott igen, ez a gyorsforgalmi, és az M1-es jó járható hegyes halomig, ez jött SMS-ben. Igen, mert hogy ugye a Budapest felé van viszont az a baleset. Helyőpapinál két nő, M3-as 157-es kilométernél Debrecen felé az útszélén integetnek, ki tudja, hogy mit akarnak, valamint Várpalotán drága szelfiket készítenek éberék a Veszprém felé menőkről. Ez Pucok küldte nekünk. Ma töltöttem be a 27. életévemet, kora reggel már munkába tartok, nagyon szeretnék veletek valamit játszani. Gabi. Hát Gabi, megígérni nem tudjuk, de Isten éltesen sokáig. Nem? Igérni ilyenek nem tudjuk. Igen. Cserélnénk veled. 27-re? Nem, nemet. Ja. Van már műtét, mert... Le, az a 27 azért az jól hangzik. Az jó. Milyen jó az sor lenne. Janit élőben átalakítanánk adásban nővé. De műtéte minden. De egy ilyen igazi reality egy lenne belőle, hogy, igen, hogy bemenne, befeküdne. Igen. Hát egy cici meghatározás. Veled persze, nem veled ezt, igen. Ne, hát tudom, hogy te, azért láttam azt a kis hamis csillogást a szemedben már felé feltűnt, de hogyha fiatalabbak lehetnétek, de azon az áron, hogy megváltozzon a nemetek, nem, akkor bevállalnám? Nem, semmi bajom nem. Nincs a korommal. Nekem sincs most még. És a nemetekkel? Azzal nagyon sok. Kicsit, de. Azzal viszont annál, dehogy is nem. Most újra legyek 20 éves, csak lányként. Egy nap fölök, de ugyanaz a család, ugyanaz mindenki, vagy egy másik családban ébredek hirtelen. Nem, ugyanaz, minden teljesen ugyanaz, csak annyi változik, hogy... És akkor anyám fölhívna, hogy vasárnap gyere át ebédre. És mondanám, hogy jövök. De igen. Ő nem tudna arról, hogy én 20 éves vagyok, és lány. De és mondaná, hogy add a Balást. Én vagyok. Na jó, ne szórakozz, ki vagy te? Én vagyok. Bözsi. Nem Balázs, Bözsi. Gabi. Bözsi. Ne. Gabi vagyok. Igen.
Tehát, hogy a szüleid mindenki tudná? Tehát, hogy ez egy, hát eleinte, tehát egy olyan pillanatban ébredni, hogy ez már elfogadott? Tehát el kellene velük hitetned azt, illetve általában meg kellene győzni őket arról, hogy te tényleg Balázs uh-huh. vagy, illetve voltál, illetve te Feri voltál. Uh-huh. És mit mondana a Viki vajon? Hát? Férje helyett egy 20 éves nő ébredne reggel az ágyban. Lefeküdnétek este, itt 10 az óra, 15... Itt az anyajegy, itt az anyajegy! Én vagyok az! Igen. Az érdekes, az érdekes. Itt van, a bizonyíték megmaradna? Igen. Tehát az megmaradna. Igen. Nem? Nem vállalnám be. Én jó vagyok így 38 és férfi. És kitolnod kéne a bizonyítékokat. Most érsz majd oda férfiként. Mandulat, éjjel iszod a kávét. Igen, cukrászded a patoki. Laktózmentes, laktózmentes. Allergiás vagy a tejre. Ne tagadj ki, ne tagadj ki. Ha fél oldalra fektetek, azt szereted a legjobban. Ja, a gyerekek, nem, biztos, hogy nem vállalnám. 38 éves pasi az most van életet csúcsán, nem? Vagy az a 35-től 45-ig az a teteje. Úgy érzed? Tessék? Úgy érzed? Hát genetikailag, biológiailag, mindenhol. Aztán utána 50 körül kezdesz egy kicsit már beesni. Na most, hogy hányan fölkiáltottak, hogy anyád esibe te. Én jól vagyok. Te ficsúr. Nem, hát csak biológiai értelemben nyilván, mindenki annyi, amennyinek érzi magát. Fé, neked szerintem könnyebb lenne a helyzeted egy picivel, mint mondjuk a Ferinek, mert a Feri az annyira ilyen maszkulin, annyira férfi, ez a szőr, a hang, a... Na, mindegy, hagyjuk is, de hogy... Kicsit nagy borzong, táncic a fiú. Nála képzeld el, hogy mekkora problémát jelentene. Hogy magas sarkúban jön, nem én is szoktál. Igen, és akkor tudod így... Na jó, de kapta egy olyan testet is hozzá. Nagyon zavaró, tudod, hogy ránézel, és akkor igen. Hasonló genetika. Tehát, ha maradnék 194 centi, 110 kilós nő. Hasonló. Hát azért... 48-as lábbal magas sarkúban? Igen, de az úgy nehezebb. Arányosan, de hogy ilyen szép. Hát olyan szép sudár lennél. Na. Ki ez a szép sudár? Jány. Ennek kevés az esélye, hál' Isten. Igen. Mi Nils Horgerzonnak ugye beszólt a varázslónak, aztán ugye tör beled belőle. Madarak hátán ment vissza a lapföldre. Milyen beteg mese, nem? Én mondjuk szerettem, de... Na, gyerekek, egy érdekes dolog van. Én nem túlságosan kedvelem őt, de a téma, ami viszont ad így nekünk, az jó. Ugye megérkezett Berki Costa Ricáról, ahol forgatott az egyik kereskedelmi csatornának, és posztolt egy fotót, ahol ő a kislányával fürdik, és hát a nagy magyar anyák teljesen kiborultak, és szét akarják őt szedni. Ennyit Berkiről, nem is akarok róla többet nagyon beszélni, viszont maga a téma az érdekes, hogy egyrészt miért háborodik valaki ezen föl, én megmondom őszintén nem értem, de kíváncsi vagyok a ti véleményetekre is, illetve a gyerek előtti mesztelenkedés, jó, nem jó, csináljátok, kiléptek-e mesztelenül a forró gőzből, és elsétáltok-e a hálószobáig. Mesztelenül, mikortól szállsz ki a kádból, ha mondjuk ellenkező nemű gyereked van, benn maradsz-e a kádba, azonos nemű, beülsz-e mellé, ha 10 éves. Hát, ha már tiszta vagyok. Illetve, ha ő már végzett, mert ugyanazon vízbe fürödtek. Nálunk ez előfordul. Mindenki húz egy sorszámot, az egyes nagyon örül, mert ő az első három, azt mondja, ma nincs szerencsém. Ugyanállatok ez így van. Egy kád víz, az egész több megfürdik. Tök fura, hogy egyébként pár év alatt az első helyről visszacsúsztam a harmadik. És még mindig ugyanaz a víz. Hát annyi, hogy kicsit nem látod már a kád alját olyan a víz. De nem, hát neked az még ott kicsit megverül. Nincs nevele gond, ezért bézs színű a kádunk, hogy ne legyen belőle probléma. Igen. Szóval, hogy jó, ugye a dolog tulajdonképpen annyi, hogy körülbelül 2 éves gyerekről van szó, olyan cuki a gyerek a fotón, mesztelenül látjuk, kérdés, hogy most kell egy mesztelen gyerekről kitenni egy fotót a kép, a Facebookra, de mindegy is, és hogy beült mellé Berki mesztelenül, és óriási felháborodást keltett számomra kicsit egyébként értelmezhetetlen módon az interneten, hogy milyen apa az ilyen, aki beül egyébként az ő lányával mesztelenül, és nagy-nagy magukat nagy magyar anyának mondó nők szeretnék a Berkit szétszedni. Ezért egyébként sok mindenért szét lehetne őt. De ezért, de hogy ezért nem. Tulajdonképpen szerint ez egy nagyon ártatlan dolog. Ez kérdés, meddig ártatlan? Vagy, hogy ti mit gondoltok? Az is egy nagy kérdés, hogy lány vagy fiú, akivel együtt fürdesz. Ugye ezt te pont elmondtad, hogy egy kicsit azt mondod, hogy az azonos neművel inkább lehet együtt fürdeni. Sok kérdést vett fel a dolog, igen. Igen, hát, minden. Ne, én nálad lány van, Jani, nálad fiú van, nálam mind a kettő van. Én együtt fürdöttem velük, most már nem. Mert ugye 6 meg 5 évesek. Hát most már nem férünk el hárman. De igen, hiába vettünk egy ilyen 10 000 literes acéltartályt. Az is sem nagyon érte víz a testüket, amíg együtt fürödtetek. Nem, annál több éri. Tehát pont, hogy kevés vízzel is meg tudtuk oldani. Úgy volt, hogy tényleg beleülsz, és az megérkezik. Úgy volt, amikor Feri kiszálltak a gyerekek, apa, fázom, engedj még vizet, mert tudod, hogy 4 méter lejjebb ment a víz, tudod. Apa, ülj vissza, nem jó, csak a térdemig ér. De miért szálltál ki?
Ez volt az elsődleges oka, meg már nincs rám igény, mert ők ketten játszanak. Aha, nincs tudom? Rám igény. Na jó, de... Mert úgy volt igény, de fordíthatjuk úgy ezt a beszélgetést, nem csak az együttfürdéssel, hanem te mondtál a mesztelenkedéssel, ami rossz szó ebben a formában, mert ha azt mondod, hogy mesztelenkedsz, akkor nyilván az egy ilyen magamutogató dolgot vet fel. Én meg azt mondom, ha én például lefürödtem, kiszállok a kádból, és az alsógatyába be kell menni a hálószobába, akkor én simán elmegyek a gyerekeim előtt. Mert miért nem mennék el? Ha a 3 éves előtt elmész, és a 3 évessel együtt fürdesz, akkor elérkezik-e az a kor, amikor meghúzod a vonalat, na, hogy ez a jó nem? Kérdés, hogy ki hogy csinálja, mert szerintem sokan sokféleképpen csinálják. Tehát te azt mondod, hogy soha nem jön majd el ez akkor, amikor 10 éves lesz a panna, akkor is kiszállsz a fürdőkádból, és mutatsz egy vángot? Akkor is megmutatom ezt, hogy csináltam. Vagy, mit, nyilván nem tudatosan beszél el, de elmész mondjuk mesztelenül majd, első... mert azt mondja, hogy az apáét láthatod. Vagy hát, azzal nincs baj. Hát nem látja, mert minden sűrű bozott akar. Igen, így könnyű. Nyilván. De nincs az a pont, ahol a gyerek már elkezd kamaszodni, hát, csaj lesz. De ha van, és... akkor mi történik, ha ő hát ezért, ezért jó ez a téma. Ha elkezd kamaszodni, és 16 éves lesz, attól ugyanazok vagytok egymásnak, mint amikor ő 3 éves volt. Igen, de én nem tudom, hogyha 10 éves lennék, és lány lettem volna, és 10 évesen én akartam volna-e apámat mesztelenül látni, ahogy járkálott, és egy ilyen nagyon-nagyon pucsítva behajol a fiókos szekrénybe, alsógatyát keresni magát. Hát mindig eldugja ez az asszony, de ezért imádom, mondja Feri, és nagyon térdel egy ilyen egy húzó szekrényen. Te nem vagy mesztelenül a világ előtt, nem? Én azt gondolom, hogy egy bizonyos korig, például én ezen a képen egyáltalán nem háborodtam, felszettem, ez teljesen természetes, sőt, megmondom őszintén, a legcukkibb kép, amit erről az emberről láttam, és nem miatt a természetesen. Szóval, hogy így semmiféle problémát nem látok benne, de van egy bizonyos kor, amitől kezdve, ugye az én lányom már a 13. életévét tölti be lassan, illetve majd csak augusztusban, de hogy azért ő már egy tini. Tehát nem lehet már előtt úgy megjelölni. Szerintem egy szólna, vagy meglepődne, ha te egyszer csak kiszállnál a kádból mesztelenül? Hát, vagy neked lenne kellemetlen? Tehát neki feltűnne, mert itt az a kérdés, hogy azért ő is szemérmesebbé vált már. Igen? Tehát, hogy ahogy ugye fejlődik testileg, szemérmesebbé vált már, de szerintem ez valahol természetes is. A saját példádon keresztül őt is neveled. Tehát én azt sem szeretném, hogyha van egy elvárható szemérmesség szerintem egy tinédzsertől. Ne legyen ő annyira de nem a szabados gondolkodásban vetkőztek. Na igen, de ugyanakkor a család. Tehát hogy egymás előtt vagytok, ugyanúgy, hogy egymás, és látod, milyen érdekes? Úgy képzeljétek el a szituációt azért, hogy akkor, hogyha a falnak fordulva, így kúszok el. De már akkor pizsamában van. Csak török között terítesz magadra. Igen, természetesen kevés. Igen, pokrocot. Lószőr pokrocot. Szemetes zsákot húzok magamra. Szerintem folyamat van, tehát ahogy és nem a virágban alakult ki először, hanem benned, hogy azt mondod, hogy most már nem mutogatom magam, ez is egy rossz szó, mert a mutogatás is egy kicsit durvábbat jelent. Benned kezdődött el a folyamat, és azt mondod, hogy hát már azért mégiscsak 6 éves, 8 éves. De innen már persze, hogy nem tudsz visszalépni, hiszen te alakítottad ki. De ha a mesztelenség természetes a családban, akkor szerintem az ugyanúgy lesz 16 évesen is természetesen. Szerintem egyébként nem. Szerintem nem. Tudod miért nem? Mert egy kamasz lánynál már belekerül egyfajta szexualitás. De nem az, hogy ő néz téged, és te őt, nem erre gondolok, hanem ahogy neki már a saját teste is egy idő után intim lesz, egy idő után már a kamaszlány nem akarja a saját apját se látni, meg kicsit azt mondja szerintem, hogy apa, vegyél már föl valamit. Igen, meg zavarba is. Tudod, tehát, hogy most tök jó, mert szerintem a Panna 6-7 éves, előtte még semmi baj, de 10-12 évesen, amikor már ő is csajosodik, nőiesedik, ott már azért te ott kiszállsz a kádból, vagy bemész, vagy beülsz, ez nem ez tudom. Mi az iskolában sem öltöznek egyedül együtt a gyerekek. De nem, mert két vadidegen gyerek, csak osztálytársak, de te meg családban élsz vele. Igen. Mi van? A fiú gyerekkel az van, hogy mindig csekkolom, és amikor lehagy, akkor már nem vetközöm le előtte. Tehát amíg nagyobb vagyok, tudod, hogy itt vagyok. Amikor már látom, hogy már egyébként most is kezd rám verni, pedig csak 5 éves, akkor apa, gyere, fürödjük! Mi már fürödtem! Apa, de miért van rajtad fürdőnadra? Anyát kérte, hogy ne vegyem le tudom. Még mindig eléggé rendben vagyok. Apa, azt nem a tiéd, az enyém. Igen, tehát a fiúgyerek egyébként semmi. A fiúgyerekkel szerintem más, de mondjuk, ha Benny 10-12 éves lesz, én már nem hiszem, hogy azért ott nagyon mesztelenkednék előtte. De nem fogsz kijönni a fürdőszobából, megtörölköztél, hanyagul visszadobtad a törölközőt a szárítóra. Most nem. Még mi fürdünk együtt, ül a kádban, én zuhanyzom. Nem most, oké.
5 év múlva, 10 éves lesz a Benni, és ő kinézi a tévét, írja a leckét, igen? Beszélget az anyjával, és eljössze előttem esztelenül, nem? Hát ez egy jó kérdés. Ha lányom lenne, biztos most azonnal nemet mondanék. A fiú az apjával az egy picit más. A lánynál nekem azt nagyon egyértelmű, hogy nem. Tehát ott azért, hogy 14 éves kislány ne bámulja. Ne, lányok, nem olyan apa. Nem bámulja, hát pont hát az, hogy természetes. De szerintem már kukkolja. De már a Benin is észrevettem, hogy kíváncsi. Hát ismeri, beszéltetek a testről, tud mindent, te vagy az apja. Jó, de az inger küszöb, figyelj, attól ő nem lesz kevésbé kíváncsi, hogy mondjuk az inger küszöbben magasabban van, mert ti együtt fürödtetek, és többet tud a te testedről, mint amennyit egyébként egy átlagos gyerek, vagy egy olyan gyerek, akinél a szülők takargatják magukat. Szerintem az inger küszöb magasabb, de ugyanúgy kíváncsi lesz, ugyanúgy lesznek kérdései. Ugyanúgy fura lesz szemre, ugyanúgy például viszonyítási alap leszel számára. Értem. Hát szerintem 14-15 évesen már nagyon nincsenek kérdései, inkább most vannak. Vannak azért bők. Tehát, hogy már azzal kapcsolatban, amit lát. Tehát a Benni már tudja, hogy a lányoknak punci, fiúknak kuki, látja az enyémet, látja a Vikiét, de hogy már az nem kérdezi meg, hogy mi az a kis tacskófül ott. Szerinted? Ilyen tacskófül lesz? Na, és mit csinálják? Azért lesznek új kérdései, vagy más típusú kérdései, vagy azért fogalmazódnak meg új kérdések a fejében, mert hogy így a szimpla testiséget akkor átveszi a szimpla testiségnek a szerepét a szexu. És akkor más jellegűek lesznek a kérdések, mert addig csak az, ugye fura neki, hogy egy picit más vagy, hogy nem úgy nézel ki, hogy nyilván szőrösebb vagy. Nyilván de amikor én már nem vetköznék le egy lánygyerek előtt, addigra az én lánygyerekem már mindenet tisztában lesz, mert az mondjuk 12-14 éves korát, tehát 12-14 éves, azok meg már nagyon vágják, azok már nem azért tesznek föl kérdéseket, mert téged meglátnak messze, és akkor azt kérdezi 14 éves, hogy apa azért leszek az én, mert te azt ott oda úgy bet. Érted? Tehát szerintem addigra azokat, őket már tudják, nagyon sok mindent akkor ő már nem nagyon tud. Szó. Tehát, hogy azért ők azért még, a 14 éves az már más, de mondjuk ez a 12-13, ez pont az a fajta vízválasztó szerintem, ami elválasztja azt a kis tinit, az úgymond nagy tinitől, vagy a fiatal. Meg szerintem a lányod lesz szemérmesebb felé, tehát azt fogja észrevenni, hogy ő lesz az, aki már nem akar előtte, vagy elbújik, vagy fölöltözik, tehát mit tudom, hogy a 14 éves lányod van, már nem csapsz rá fenekére, mert tudod, az is olyan, hogy úgy fura lehet. De aztán persze ez viszonykérdés, hogy ki milyen viszonyban van. Vissza a kézből, érted? Igen. Telezöldülök. Én nem tudom, én azon gondolkozom, hogy előttem mesztelenkedtek-e a szüleim. De én például őket sose láttam. A mi korosztályunknak. Az egy más generáció volt, igen. Egy picit így összehúzom magunkat ezt a 7 évet, de szerintem belefér, ami közöttünk van. Akkor még abszolút nem volt divat. Tehát én emlékszem arra, amikor a nővérem átszaladt a fürdőszobából, benn voltunk a nappaliban, apám, anyám, én, a nővérem átszaladt az ő szobájába, és mesztelen volt, mert mit én megtörölközött, nem vitt be ruhát, hebrencs módon, azt hiszem ilyen 22 éves volt, és az apám az teljesen kész volt ettől, pedig így még így fogta is magát, tehát a mi korosztályunknak nyilván nem. Tehát nyilván nem ment ez a dolog. De ők szemérmesebbek voltak? Persze, sokkal. Lavos előtt mosdás 10 alsó szoknyába. Igen. És ruhába bújtak be az ágyba, persze. És csak ott lehetett lehúzni egymásról a dolgot. Tehát nálunk nem volt divat. De hogyha mi meg másban élünk, ebben élünk, hogy ez ilyen tök természetes, hogy nyilván nem mutogatod magad, tehát nem lóbálod az örmestert, hogy ezzel csináltalak. Igen, és ez nem szerintem, ez nem igen. Azt nem. Hanem az, hogy valami van, tehát ő neki ott bent maradt a ruhája, akkor miért nem menne átalakáson? Nem csak magaddal vagy elfoglalva, hogy ilyenkor, amikor van egy tinédzser lányod például otthon, hanem vele is tapintatos, vagy vele hanem szemben. A pasiával, aki ott van, ja, vele, tudod. Na, az már komolyabb. Apa, vegyél már föl valamit, itt van a pasim. Hol van? Hogy ismerkedjek meg vele, és odáz elé besztelenül. Igen. És akkor megkérdezi, hogy ki a vén csipisz? A papám. A fater, igen. Ferinek van igaz, az én apám is még a mai napig mesztelenkedik otthon, és nem zavart, mert hozzászoktam, 19 éves lány. Hogy nem tétel, én azt gondolom, de abban is nektek meg igazatok, vagy egy idő után előfordulhat az, hogy ő másképp gondol erre az egészre, és akkor ő lesz szemérmes. De én most úgy érzem, hogy ugye nálunk ilyen tök nyitottan kezeljük ezeket a dolgokat. Minél inkább nyitottan kezeled, annál természetesebb neki, szerintem. Tehát ha te benned van gátlás, akkor egy idő után ő is frusztrált lesz, nem? Ja. Tehát ha te természetesen kezeled, és téged nem zavar, akkor ő valójában tényleg ezt szokja meg. Most képzeld, de lány apa lánynál bonyolultabb. Mert akkor képzeljünk fiú az kevésbé. Egy nudista, naturista családot. Uh-huh. Naturista család. Jézusom, van... azt nem akarok anyámmal nudizni, meg apámmal. Okay. Tehát, azt azért, na, értelek. Szerintem az egy sok. Van na, egy naturista sok. Család, ahol születik egy gyerek, és őt is viszi. Megnézik egy családi fotót. Szerintem az trauma, Feri. A lángososnál így. Szerintem trauma.
Tehát ha 5 évesen, igen, ebbe beleszoksz, az oké. Okay. De amikor már 13 éves, amíg nézned kell apád zacsiát, és együtt mentek nudizni, és te már haverjaiddal lógnál, és anyád ott mesztelenkedik, azt szerintem azért az hagy egyfajta nyomot. Neki is tök természetes lesz, hogy nem csak a szüleit látja mesztelenül, hanem az egész naturista kempinget, érted? Aha. És akkor ő benne mi van? Mondjuk nagyot ugrottunk a mesztelenül fürdike papa attól, hogy eszünk el lángost az agári strandon mesztelenül. Tehát, hogy azért igen, közösen nudizunk-e anyánkkal, apánkkal, tehát nem biztos. Mondjuk, nyilván itt is a hozzászokik a gyerek, tök természetes. De mondjuk anyám most 39 évesen fölírni, hogy fiam, elmegyünk nudizni, jössz. Azért úgy, mondnám, hogy mama, kihagyom. Hát, menjetek. Nem, sokan. Csináljatok sok fotót. Ugye? Szóval, hogy most már nem biztos, hogy elmennél. Nem? Ha hirtelen megvilágosodnának, hogy ők nunizni akarnak. Nunizni, nem. Ne nunizzanak. Igen. Na, nagyon sok SMS jön. Nagyon sok SMS jön egyébként. Úgyhogy ezekből szemezgetünk mindig. A nevelt lányom nem akar velünk együtt fürdeni, pedig már 20 éve. írja nekünk egy hallgató. Írjanak olyanok is, akik egyébként ezt a fotót károsnak tartják. Kíváncsi vagyok az érvelésre, mert itt nagyon nagy felháborodás lett a Berki Facebook oldalán, hogy egyébként ők mit mondanak. Tehát azok, akik azt mondják, hogy egy 2 éves lányjal ne fürödjél, mert a lánya olyan. Egy 2 éves lánynak nincs szexualitás, ő nem telen még. Ő nem lát bele semmit, nem is érti, nem is foglalkozik vele, nem is nézi, nem is tudja. Imád. Semmi nincs, így van. A gyerek előtti mesztelenkedés egyenes út a bántalmazáshoz, írja valaki, a szexuális bántalmazáshoz. Ja. Hát ez egy érdekes dolog, de hívjuk vissza a hírek után, jó, hogy elmondhassa véleményt. Kicsit messze menjünk, igen. Na, mindjárt meghallgatjuk, jó? Megnézzük az SMS-eket. 7:30 múlt, az már nagyon régen, 8:30 csak 2 perccel. Várjuk az SMS-eket, mi pedig jövünk Ákos hírei után. 3:48 lesz, pontosan 5 perc múlva. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Arról beszélgettünk a hírek előtt, hogy meddig mesztelenkedik az ember a gyerek előtt. Fölöltözöl, nem öltözöl föl, zavarja ez a gyereket, inkább minket zavar. Mindenki kicsit máshogy látja a dolgot. Jani azt mondja, hogy ő nem, és hát ő inkább fölöltözik. Ugye, míg te azt mondod, hogy ha 14 éves lesz, akkor is, mert ez egy természetes dolog. Hát kérdés, hogy a gyerek mihez szokik hozzá, nincs recept. Ha amikor jelzést kapsz a gyerektől, akkor biztos, hogy föl kell öltözni. De szerintem, ha ez normális keretek között marad, tehát még itt néhány SMS írónak is mondanám, hogy nyilván nem a magamutogatásról van szó, hanem hogy tényleg átjössz a fürdőből. Hát nem arról, hogy helikopterezel egyet, miközben a lányod bennül a kádba, ide néz fel kiáltással, de egy indián fejessel beugrasz, és igen, és utána cápa úszont játszol vele. Tehát, hogy... nyilván nem, persze. Nézd, ez... ott űzik egy fattőr. Tehát nyilván nem erről van szó. Nem erről van szó, hanem a normális keretek között, akkor szerintem ez pont azt erősíti meg, hogy egy normális kapcsolat alakul ki a gyerek meg a szülő között. Nagyon érdekes az a dolog, hogy itt ugye Juliék próbálnak olyan embert keresni, aki így ezt elmondaná, hogy ő miért ítéli el, hogy még beszélni se tudunk róla. Mert hogy nem jelentkezik olyan ember, hogy nem meri elmondani. Nem vállalja. Igen. Nézzünk egy-két SMS-t, jó? Hogy mit írnak a hallgatók? Ti csak egy oldalt látok, mert férfiak vagytok. Azért én nőként nem felejtem el, amikor apám még 18 éves koromban is előttünk himbilimbizett, iszonyú zavarba ejtő volt. És mivel akkor én már 18 év körül láttam dolgokat, az övé nem tűnt túl szépnek. Aha. Értitek, hogy mire gondolok? Tehát ő máshol már látott, igen. Nem is értettem, mire olyan büszke, írja egy hallgató. És ez azért nagyon érdekes, mert valószínűleg ő korábban is így állt ez a témához, tehát a papát korábban se zavarta, hogyha ő mesztelenül mászkált a lakásba. Ergo annak kellett volna bekövetkeznie, hogy mondjuk a gyerekeinek is, írd és mond, ilyen, ebben az esetben a lányának is ugyanígy kellett volna gondolkodnia. De úgy látszik, hogy egy bizonyos kortól kezdve már számára sem volt ez természetes. Már a lány gondolkodik más. Igen. Ennél mondjuk egyel összetettebb a probléma, tehát, vagy nem probléma, hanem a dolog, hogy hogyan alakul ki az, hogy mire lesz érzékeny egy gyerek látványban, meg mire nem, de valahol igazad van, hogy az apa mesztelensége akár hozhatta volna azt is, hogy mindenki... Igen, hogy mindenki laza, aztán lesz belőle egy szép kerek nudista család, hogy ezt vázolja. Azt nem akarom, az ne legyen. Nem kell ehhez 12-13 évesnek lenni, inkább 8 évesen nyitottam rá apukámra pisilés közben, és iszonyúan rosszul éreztem magam, amikor megláttam a kis himbilimbi Jófi küldte nekünk. Egy 8 éves lányom és egy 10 éves fiam van, kisoroktól kezdve mászkálunk előttük mesztelenül, a mai napig fel se tűnik nekik. Szerintem nevelés kérdése. Megnéznek persze, de nem csodálkozó arccal. Aki takargatja magát, azt szerintem jobban megnézi, írja egy hallgató. Volt egy barátnőm, aki a faterjával együtt fürdött a kádban 20 évesen. Hát nézd! Na, szerintem az már sok. Egyfajta ferdülés. Az ferdülés. Oh. Tehát amikor, vagy nem tudom, hát nyilván ezt egy pszichológus jobban tudnám, de egy 20 éves felnőtt, kész nő
beül a faterjával, és akkor vidáman vízipisztolyozzák egymást, ott van egy ilyen... Azt én is soknak érzem. Apalánya kicsit kimondott, ki nem mondott, igen, tudatalatti szerelem, amit egyikőjük se fogalmaz meg, de ez, ugye, hogy az már lehet, arra már lehet, hogy pszichológus azt mondaná, hogy ez már nem biztos, hogy ez a legtermészetesebb. Pont 10 évet csúsztak túl azon, amit én még természetesen. Hát lehet, a papa mondta, hogy kislánya, most még nem fürdöm veled, megvárom, még nagyobb leszel. Jézus. Az a 20 éves kislány a papával szerintem az már igen, az picit. Beteg, az beteg. Van egy hallgatónk, halló, jó reggelt! Jó reggelt! Hello, Kriszti? Igen. Hello, Kriszti. Na, te melyik oldalon vagy, gyerekek vannak? Igen, van nekem egy lányom, szoktunk is, hát igazából együtt szürödni. Aha, mekkora a lányzó? Éves. Hát az jó, az de, a megsemmény. Én az anyja vagyok, az apjával nem szokott. Egy idő után azt gondolom, hogy már nem kellene így mutogatnunk egymást. Magunkat. De miért nem? Mert valahol eljön ez a nemiség. Tehát azért csak tudja, hogy az apjának a himbilimbiét nem kéne úgy nézegetni, megfogdosni. A képpel is csak annyi problémám van, hogy ezt nem kéne így a világnak így kirakni, hogy hello, szia. Igen, igazából ez egy másik történet. Ez egy picit más téma, igen. Ez egy másik történet, maradjunk az eredetinél. Na de várj, csak egy pillanat, nem, hogy a képet nem mutassuk meg. Hát ezt, hogy a Berki mértette ki a képet, hogy a világnak megmutatni a 3 éves kicslányát, meg saját magát. Nézd, Berkiről azért tudjuk, hogy mindig megmutatja hát, magát bárhol. Igen, csak debil meg pedofil van ebben az országban, én nem mutatnám így a gyerekemet. Hát na, jó, igen, magát fotogatta. Oké, ebbe igazad van, de ez az ország miatt, meg ezek miatt a beteg emberek miatt van, nem pedig a Berki miatt. Tehát valahol ez egy természetes dolog, hogy az ember büszke a kislányára, meg fölrak, ez egy igen, halálosan cuki kép egyébként. Aha. Tehát azt mondod, hogy ezt ne tegyük ki, tehát ha van valakinek egy cuki kislány, akkor azt nem mutassa meg mesztelenül? Tegyek ki úgy, hogy azért kis bugyértán lehetne rajta. Nem is látszik szerintem nagyon semmi. Ez szerintem ez picit prűd hozzáállás, szerintem ezt azért meg lehet mutatni, szerintem a nagyobb veszélye, mint egy 10 éves gyerek, ott nem tudom, 12 évesen valaki nagyon szexin kiteszi saját magát a Facebookra. Egy 2 éves gyerek, hogy most ott fürdik és mesztelen, hát ez ilyen alapon akkor a strandon se legyen mesztelen a gyerek, pedig sok helyen az, vagy úszodába, medencébe, tehát hogy az miért jobb, ott is lehet pedofil. Tehát ezt nem annyira adom igazából. De sokan látták ezt benne, hogy jaj, nem utogassuk a gyerekünket 2 évesen mesztelenül. Tehát ebben is lehet valami. Jó, hát otthoni képnek más. Persze, nyilván nem csak, hogy ne tegyük. A barinőmnek, csak... Igen. Nyilván nálad azzal is baj van, hogy ugye a Berki azért egy ismert ember, nyilván van egy csomó követője a Facebookon, vagy hogy hívják azt, ilyen nézelődője, és akkor azok közé kimegy. De térjünk vissza az eredeti dologhoz, amikor azt mondod, hogy te még fürdesz vele, apa már nem fürdik vele, ugye a férjed. De nagyon sokan azt mondják, hogy az apának meg az anyának elsősorban ez a feladat, hogy apa, anya, és nem, hogy nő és férfi. Hát igen, nehéz is valahol ezt eldönteni, de ezt ők is igénylik, vagy pontosabban nem igénylik már azt, hogy az apjukat ne lássák mesztelen. Vagy de ők mondták ezt, hogy apa ne járkálj már mesztelenül előttünk? Hát konkrétan nem. Uh-huh. Ja, akkor ezt lehet, hogy én gondolom így. Igen, szerintem ez inkább szülői hozzá. Mindig bennünk van, mindig belőlünk. Igen, jön, igen, igen. Jó, oké, köszi, hogy elmutat, Kriszti, ciao. Köszönöm, sziasztok. Hello. Én 20 éves lány vagyok, itthon lakom, nálunk teljesen természetes a mesztelenkedés, kb. Olyan, mint a ruhában lennénk, annyira nem figyel rá az ember, nem érzem cikinek vagy furának, írja egy hallgató. A nevelt lányom nem akar velem együtt fürdeni, pedig már 20 éves. Egy innen, egy onnan. Igen, soha nem fürdöttem együtt a lányaimmal, csak megfürdettem őket, utána felöltöztettem, ha én fürdöttem, minimum törölközőt vettem fel, ezt Zsolt küldte nekünk. Ezzel is egyébként egyet lehet érteni, nincs ezzel semmi gond. Tehát, hogy nem kötelező neked a gyerekeiddel együtt fürdened. És milyen érdekes, hogy mindig a szülő a kiindítója. Hát a gyerek nem tud az lenni. Igen, tehát hát hogy a saját gátjaid vannak benne. Hogyne. Nem csak ebben, hanem mindenben, amit a gyerek aztán előbb-utóbb vagy átvesz, vagy nem. Igen. Én először meg szoktam zuhanyozni, és utána fürdőgatyában szoktam fürödni a most 5 éves gyerekemmel. De ez is érdekes. Nekem ez már a másik véglet. Feleség anyós ezt meg ellenzi. Most lányom született, még nem tudom, hogy lesz Geri. A sokkal életidegenebb szerintem egy 5 éves gyereknek, hogy nem érte, hogy te miért vagy fürdőgatyában. Neki a mesztelenkedés tök természetesen. Az 5 éves gyereknek még nincs szexualitás. Nem telen szinte, ha lehet így mondani. Hát később már indul, amikor az óvodába levetik magukat a szőnyegre, és akkor ott érdekes dolgokat csinálnak, de szerintem az nem gond. Na jó,
Mindenki máshogy látja, ezért érdekes ez a téma igazából. Ha mi egyszer együtt fürdünk, mesztelenül fürdünk egymás előtt? Hát sőt, most akartam mondani, hogy legyen egy új cél. Egy közös sport. Egy közös nudi. Egy nagy közös nudi, az már volt százszor a mesztelen lovaglás. Egy közös zuhanyzás, akkor az mesztelen lenne? Csak kérdezem, hogy gatyát vigyek, vagy... Szerintem az SMS-ekből az derült ki, hogy az emberek nagy része számára, sőt 100%-a számára az a természetes, hogy az első közös fürdőzések azok mesztelenek. Hát akkor... Tehát, hogyha mi még nem fürdöttünk együtt, akkor, srácok, mi a kérdés? Ennyi. Örülök, hogy ezt kimondtad. Jól van, nem visz. Nem, bárhol megyünk wellnessezni, nem viszek. Nem Figyelj, viszek gatyát. Volt az a száraz sampon, a V2. Uh-huh. Igen. Ahhoz se kellett víz. Akkor miért nem vetközünk le most? Ne, na azt ne. Hajtá, akkor kezdjük most egy száraz fürdőzéssel. Nem akarom látni. Nem, én még enni akarom. Meg aludni. Nem akarom, hogy kivel hogy bánt el a gravitáció meg, hogy így 40 fölött már mi történik az emberrel. Én még meghagyom az illúziót. Mások hogy... vagyunk csak. Érted? Igen? Minden, egy picit nem indul el a gravitáció? Tehát, hogy nem az van, nem hogy azért... Le, nem a térdünknél van. Nincs az, hogy a gravitáció azért így elkezd finoman így megérinteni? Nem akarom ezt. Ez elég, ha odaérek, amikor annyi idős leszek, mint ti. Nem. Pedig neked is eljön egyszer. Tudod, meg kell azt még érni, de egyszer eljön. Na jól van, játszunk Jóven bácsival, és Beru nénivel játszunk már is. Nem gond, ha nem vágod a pároloktató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakok vidám szomszédai. Jóven bácsi és Beru néni a párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Jó reggelt! Hát micsoda bársonyos bugó hang. Egy kulturált női hang. Mónika! Hát ez csak a hang. És ha nem vagy kultúrát, vagy nem vagy nő. Mit csinálsz, honnan hívsz? Azért. Vagyok, kultúrát is vagyok, Dunaújvárosból. Dunaújvárosból? Na. És mit dolgozol? Egy irodába vagyok. Hát titkárnő mondjuk. Titkárnő? Hm? És te is mesztelenkedsz? Nálunk az egész. Hát itt általában nem, de a család az igen. A család? Ez egy ilyen nagy kollektív mesztelenkedés a vasárnapi ebédnél, vagy hogy érted? Akkor egyszer hívjatok meg. Ott a helyünk. Nem, mi eleve már a férjemmel, még a gyerekek előtt naturista strandra jártunk nyaralni. Egy nudista gyerekek. Egy nudista. Mi a különbség a naturista meg nudista között? Van egyáltalán? Tök ugyanaz, csak más kifejezés. Szerintem ugyanaz. És mekkora a gyerekek? Hát egyértelmű volt, hogy amikor megyünk következő évben nyaralni, akkor az ember utána kismama volt, aztán megszületett a gyerek, és aztán egyre nagyobb volt a gyerek, és ugyanott nyaralt, ahol mi ennyi. Tehát beleszocializálódtak abba, hogy látják papát, ahogy tolja be a kajakot a bányatóba, és kicsit erőlködve mondja. Ez nem is bányató, ez egy olyan kemping, ahol az egész terület naturista, tehát... És nem is lehet fürdőruhában menni. Nem, hát az a szenzor. Nem, kiküldenek, elküldenek a partról, ha gatya van rajtad, szóval... Jobb hely, elég puskával lőnek rád, ha megpróbálsz átlan üleselkedni, ahogy mi ezt csináltuk, ez sokkal délegházán. Igen, itt nincs olyan. Egyedül a boltba kell felöltözni, de az összes többi hely az mesztelen. És felszabadító tényleg? Tehát van benne nagyon? Igen, tehát mi nagyon, minden évben várjuk, és ha évközben máshova megyünk el fürdeni, legyen az téli időszak, vagy bármi, akkor szó szerint idegesít a vizes gatya rajta. Uh-huh. Csak volt, hogy wellness hotelben levetkőztetek mind a négyen, és rátok szóltak, hogy nem, egy olyan hotelben voltunk, ahol lehet mesztelenket. Van ilyen hotel? Na, hát, ott alszunk legközelebb. Hát, nem lehet, hogy hülyeséget mondtam. Végülis van hotel része is, de a fürdő része naturista Ausztriában. Ja, hát ott szentségtörésnek számít bemenni sauna, gőz, hát ott kiküldenek a ruhavarral. Jó, de az 50-es medencében a melltempót. Medencébe is be lehet. Aha. Medencébe is mesztelenül. Hát aztán van olyan része, ahova a gyerekkel mész csúszdázni, meg fürdeni, játszani, étterem, oda meg fel kell öltözni, de van egy ilyen silent rész, ahova csak felnőttek mehetnek be. Silent? Hát oda nincsen ordítozás, meg nincs, hogy gyerek ugrabugrálás. Azért azt tetszik, hogy a csúszdára fel kell venni valamit, tehát elmenne a kedvem. Józsika megérkezne maga 130 kilójával, és egy hasad elkezdene csúszni, én állnék ott mesztelenül a kis popsimmal, tudod, és nézni, hogy ebben a kempingben, nem akarok ide ráülni, tehát az valahogy nem. Picit balesetveszélyt is lenne, nem? Ebben a kempingben, ahol járunk, itt van csúszda, és ott mesztelenül csúszdázunk. És az illesztéseknél nincsen... Nincs, nagyon rossz, azért tavasszal át kell nézni az illesztéseket. Kipróbáltam, és nem horzsolja szét.
Aha. Hát ez jó, mesztelenül csúszdáznak. Ez nekem ez tetszik. Nem, gyerekek most mekkorák? Gyerekek most mekkorák? 12 éves és 6 éves. És járnak még veletek? Tavaly még együtt nyaraltunk. Hát belenőttek, szerintem mindig az a természetes, amiben a gyerek beleszocializálódik. Hát akkor az otthoniban is ugyanez. Mindig kérdés, hogy na majd jövőre mi lesz, na meg majd a nagyfiú majd mit szól, de ott az a természetes, az ő közegébe meg ugyanúgy szemérmesek, tehát ő nem rohangál a tesi öltözőbe mesztelenül. És milyen neműek a gyerekek? A nagy fiú, ő 12 éves, a lány pedig 6 éves. Hát ez meg, szerintem, hát, ha belenőnek, ez tök természetes. Igen, de szerintem a 12 éves kislány már, ott már szerintem azért el fog gondolkodni rajta, hogy elmenjene. Jövőre? Igen. Ha 12 éves lesz a kislány. Vannak ott nagylányok, napfiúk, tinédzserek, nyugdíjasok. Ugyanúgy annyira különböző emberek vannak ott, mintha kimész az utcára, úgy megállóba, boldva. Én gondolkoztam, hogy egyszer kipróbálom, csak viszonylag nagy feltűnést keltenék, és azért, hogy be tudnék olvadni a környezetbe, azért úgy elmennék. De tudod, ez a... Ott van. Hello, Bali! Aláírod? Tudod, hirtelen azért, hogy 80-an elkezdenek stírölni, hát a legstresszmentesebb ember is azért összeugrik, nem? Én 15 éve kívültem egyszer, nagyon jó. Külföldre, és ott nem ismernek meg, mert külföldön is. Igen, azon én gondolkoztam. Amikor kint voltunk, és így nézegettem a kemping sarkába, hogy de ismerős az a pasi. Na most viszont nevet akarok, ki volt ő? Nem tudom, egy kollégám volt, úgy gondolom, de sose láttam előtte ruha nélkül. Így aztán nem tudtam. Miért néztél az arcára? Igen. Miért nem próbáltam? Igen, fejjebb volna a tekintetet. Azért? Az jó. Hát most képzeld, valamelyik kollégáddal összefutsz egy külföldi kempingben, egy ilyen nudista kempingen. Feri! Köszönöm, kezdődik. Tehát mindenkinek ugyanaz. Rajta. Tudod, azért a kezdő nudistákon látszik a csodálkozás. Igen. Szóval ott azért, igen, mindenki azt gondolja, hogy úristen, hát mert mik történnek ott? Hát semmi. Hát egy semmi. Másmilyen strandon, ahol fürdőruha van. Feleset, ugye azért állok ott a kis lángosommal, kenegettem a kis fokhagymát, ráérted, beáll mögém valaki a TV2-től, te is tudod, állunk ott, nézzük, nem tudom. És mennyi? De hát nem, már normál esetben se áll mögötted olyan szorosan fürdőgatjába. Magam mögé nézek ott, mit tudom én. Ciki, jövök ott a fánkjaimmal, egyszer csak szembe találom magam a bódiszívvel, és azt mondja, hogy Jani. Csak örülnél, ha a bódiszívvel. Janikám, micsoda kis kalipó. Milyen jó fánktartó. Na jó, van, játszunk, ne menjünk túl messzire. Jó, játszunk egyet, jó? Okay, mutatjuk, figyelj, mit csinál Óven bácsi Beru néni. Figyelj, Móni. Valamit felújítanak. Flexeznek, figyelj. Aha, majd a manikűrösnél van Beru néni. Igen. Mutatjuk, mit énekelnek, figyelj, Móni. Na. Hát ez nagyon könnyű. Nagyon könnyű, na az még egyszer. Rövid lesz, figyelj. Na. Az egy nehéz nap éjszaka, egy zseniális album, zseniális dal. Nagyon jó. Ilyen kevés hangból ilyen jó zenét csinálni senki nem tudott. Csak ő. Na jól van. Oké, megvan az ajándékcsomag, gratulálunk. Köszönöm szépen. Ügyi vagy. Jó, gyorsan ment. Szereted egyébként őket? Hát ilyen vegyes zenehallgató vagyok. Mindent meghallgatok, azért sok zenét ismerek, de nem feltétlenül tudom mindig az előadót, csak rádióhallgatásból. De ügyes voltál, ez most jól ment. Köszönöm. Küldjük az ajándékcsomagot, Móni, nem is vettünk ki belőle semmit, tele lesz mindenféle szépen. Szépen, jó. Sziasztok, jó? További szép napot. Aztán remélem, hogy előbb-utóbb összefutunk valahol. Köszönj szépen a Balázsnak legközelebb a strandon. Gyere oda, te megismersz, én kevésbé gyere oda, hogy te voltál, jó? És akkor vigyél be a tömegbe. Kicsit guide-oljál ott engem, hogy ne érezzem magam annyira rosszul, ha egyszer valahol összefutunk. Jó, puszi, Móni, ciao. Hello. A gyerekek, aki jár, azt mondja, hogy rettenetesen felszabadító. Tehát, hogy teljesen gátlástalan, most a szó jó értelmű, az felszabadulsz, és valahogy mindenki egyenlőbb, mint fürdőgatyában, és ha megszokod már egy idő után, tényleg
kura fürdőn. Hát 15 évvel ezelőtt ezt meséltem nektek, egyszer kipróbáltam. Az Omszkitónál akkor még lehetett, vagy 20 év is volt. Feküdtél hason sokáig. Csak egy óra után vetted észre, hogy nem nudista strandon vagy. Igen. Mondták, hogy valaki tegyen rá valami gyereket. A sok kezdő gátlásos. Nézd, milyen félénkek. Én ledobom. Mindenki úgy van a nudista strandon. Emberek, ez nudista strand. Feri az egy kilométerrel arrébb van a lupán. És mi volt? Kimentél és? Kimentem és kipróbáltam. És nagyon rossz, az elején, tehát le kell győznöd magad, hogy megted, amikor viszont megteszed, és így elfogadod ezt a sztorit, akkor marha jó az egész. De az megvan előttem az a kép, hogy azért beálltok pingpongozni, és rohansz, és forgózol. De nem állsz. Kiestem. Kiestem, és mindenki messzelő rohan a forgón a strandon, azért nem. Hogy van ez? Milyen Feri biztos, világ ez? Hogy maga volt a megtestesült, maga biztos, hogy is jött, és így ezért, hapszim a csatelis! Én azzal szóval azért a fene se tudja, hogy beállnék-e forgózni mesztelenül, tudod? Várjunk. Én a napozást és a fürdést vállaltam. Hason vagy háton? Háton is. Kidobtad magad háttal. Kidobtad magát hátra, és akkor gyerekek, homokvárat képít, ferde torony félig kész. Itt a zászló. Rúd. Mondjuk a háton feküdti négyen befeküdtek az árnyékba mellé. Nem? De jó volt. Egy idő ugye? Után nagyon jó. Fene vigyel, nem vagyunk elég bátrak, gyerekek. Nem vagyunk elég bátrak. Becsukod a szemed, látod magad előtt, ahogy futunk bele így lassan, kézzel fogva, mesztelenül a Balatonba? Nem. A Balaton környékén nincs nudistasan, tehát akkor ránkívják a rendőröket, ott ne fussunk. Mondjuk mi vagyunk nem a déli parton a homokos részen, hanem az a sziklással az északi. Utána beleesünk nyomorultul, igen. Na jó, van egy percen pontosan 8 óra, jönnek Ákos hírei, mi pedig jövünk a hírek után. Morning Show, Sebestyén Balázsa, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival, itt a Klassz FM-en. Ha indul a reggel és kivet az ágy, ha már a csap felett hapszik a szár, a zuhany alatt, vagy a kávé után, a kormány mögött, vagy kint az utcán. Amelyre az ország ébred. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Klassz FM-en. 8 óra múlt, pontosan 14 perccel szép reggelt kívánunk. Minden Morning Show hallgatónak itt vagyunk és folytatjuk. Nagykörösén kifelé a Peugeot szalon előtt felüljárón a hatóság most állítja három lábút. Jászkári küldte nekünk, köszönjük szépen. Jó a neve, 6-os út, Pécs és Bonyhád között jó járható, hatóságmentős üzeni Robi. Bábolnán szinte felhőtlen az égbolt. Ezt Feri küldte nekünk. Az M5-ösre kivezető szakaszon a felüljáron most rakják össze a trafit, a rendőrök óvatosan menjen mindenki, üzeni Mike, valamint a gyorsforgalmi megint lezárva, a befelé haladókat terelik a dugóba. Ezt Szilvi küldte nekünk. Köszönjük szépen. Kistarcsa, M0-ás, kicsit ködös a látótávolság, 300 méter szélvédős Feri üzente nekünk, köszönjük szépen, valamint Újpesten mérnek a Csíksom jó utcában, ezt Gyufa küldte nekünk. Bali, utoljára szólok, nem kalandozunk. Vavrinka? Kérdezi. Gyereke, Vavrinka behúzta, Nisikorit kiejtette, úgyhogy Vavrinka ott van. Ott van már, azt hiszem talán az elődöntőben. Úgyhogy egészen jól áll Vavrinka behúzta Nisikorit. Most még van egy gyokonk van még, egy Andy Murray-nk van még. Úgyhogy vannak még néhányan, de Vavrinka már ott van a legjobb négy között. De ezek még játszanak. Hát az már nem annyira élő. Nem élő. Vavrinka lehet egyébként egy olyan kaliberű teniszező, mint a Roger. Vavrinka? Aha. Soha. Kicsit elvakult. Nem, dehogy is, hát ebben a korban már hát Vavrinka 28, hát Roger 21 évesen nyert az első Grand Slam-jét, 22 évesen. Semmi, bérföldekre vannak egymással, hát Vavrinkának egy Grand Slam-e van. Tehát, hogy ő odaér még talán egyszer, behúz egyet, de hogy neki háromnál több Grand Slam-e soha nem lesz, az egészen biztos. Talán most még, ha nagyon kiemelkedő formában játszik, behúz egyet-kettőt, de nem, soha nem lesz. 17, soha nem. Tehát, hogy a Nadal megfogja, a Rogert még az is nagy dolog lenne.
szerintem már ő sem fogja. Nagyon jó csapatjátékos, ahogy hallottam, mert hogy Davis kupába ilyesmi, ott azért dübörögnek, hogy mind a ketten ugye a svájci csapatot erősítik, azért az... Jó, persze, hát játszanak, meg párost is játszanak, de más kaliber a kettő, tehát nem lehet Wawrinkát összehasonlítani. Tavaly nyert az első Grand Slamit 20x évesen, 27-28 évesen, hát nem az, hogy kiöregedő félben van, de hát ahhoz már azért több Grand Slam kéne, hogy legyen a hátad mögött, hogy olyan legyen, mint Roger. És csapattaniszben hányan vannak egyszerre a pályán? Ketten. Az párosnak mondják, nem csapatnak. Ja. az a páros, azt úgy hívják, igen. Na, azt mondják nekünk a hallgatóink, hogy van egyébként Balatonunodi strand, Balaton Berény, ha akarunk menni, akkor déli homokos part, meleg szellővel, fanudizni akarnánk, van. Én azt mondtam, hogy nincs, de van. Rosszul mondtam, mert van. Igen. Vali, ha egyszer meglátlak nudizni, én leszek az első, aki el a 10 rongyért a Bliknek. Csak 10-ért? Tényleg? De annyit fizetnek egy képért, szerintem tök mindegy, hogy ki van rajta. Igen. Hát figyelj, szezonban. De az bánt, hogy csak 10. Hát ez... Akkor már legalább legyen 20. Laci, te 20-ért eladnál azonnal, mi? Nem, 10-ért is. Többet kérnék. De te nem adnál, te zsarolnál, hogy felteszed az internetre. Igen. Tényleg van. Mi? Azt hittem mesztelen kép rólam. És van egy csodálatos kép is fenn, hát ez egyszerűen hihetetlen, írjátok be a legnagyobb keresőmotorra. De Léci. Jó! Igen, és például van egy családi képünk, ahol egy egész nagyon kedves család. Nézd meg, tök normális dolog, ülnek a műanyag széken. Szinte látom magunkat egy klassz nyáras kitelepülésen, Balaton Berényi nudista strandon. Ki halászlevet, ki egy túros csúszát, ki egy sajtos tejfölös lángost, üldögélünk a kemping széken. Sima. Na most figyeljetek, szervezzük már egy kitelepülést. Menjél. Figyelj, klassz nyár, kitelepülés, Balaton Berény, nudista strandon. De neked is le kell vetköznöd. Mi benn leszünk a stúdióban. Ja, igen, érted. Engem takarni fog egy fél pult. Én teszek egy fügelevelet magam elé. Aha, nem, de ha nem találsz fügét, akkor nem tetsz más. Jó. Csak fügelevelet. Csak fügelevelet, igen. Hozd magával. Felének meg egy minimum egy lapuk kell. Igen. Budapesten a keletinél erős a forgalom, -2 fok van, orrnedvesítő az idő. Anyám szerint nem baj, ha együtt fürdünk, csak ne pukizzon senki, ezt Erik küldte neki. Köszönjük szépen. Jaj, gyerekek, megnéztem, végig szenvedtem magam ezen az agyon sztárolt Birdman-en. Most már mondhatom, hogy tényleg végignéztem, tegnap még úgy mondtam, hogy hiányzott belőle 10 perc, és akkor nem volt még teljesen őszinte a dolog. Hát nem változott, ugye? Tehát, hogy megsporoltam nektek 1000 forintot fejenként, ha el akartatok volna menni a Birdman-re. Nagyon-nagyon elvonnak kell, és betegnek kell lenni, hogy tetszen neked ez a film. Jó egyébként, meg aki kicsit snob biztos szeretni fogja. Hát a bemutató az zseniális volt. Ahogy hívják, az trailer? Összerakták az összes jó rész belőle. Igen. Ennyi? Tehát az 1 perc van benne? Én felvállalom, hogy ehhez nem vagyok elég filmértő, bár tudom, hogy mennyire metaforikus az egész mű, és hogy mit akart ezzel mutatni, de ha tehetem, én a hallgatóinak megsporolok 2000 forintot, hogy... Köszi. nem mint akartatok volna, nem? Csak nagyon sztárolják most ezt a Birdman. Hát igen. Én nagyon sok helyen olvastam, hogy hú, az év legjobb filmje, meg ennél jobb, biztos, hogy nem fognak csinálni idén. Hát ez baj lenne fura egyébként. Tehát, hogy fura, tudom. Azért, bocsánat, érted, az év elején vagyunk, azért még történhet egy-két dolog. Hú, az év legjobb filmje. Igen. Tehát, januárban ezt valaki kijelenti, az bátor. Bocs. Igen, de hogy megsporolom. Megsporolom. Meg Michael Keaton egyik nagyon jó. Ő nagyon? Tehát nagyon ő zseniálisat játszik benne, csak ha nem jó a film, mindegy, hogy miért játszik a színész. Nem tudja elvinni, ez igaz. Ha rossz a sztori, akkor hiába van kiemelkedő alakítás. Igen. Mindegy. De pedig jó filmeket csinál szerintem az Inarritu, tehát jókat csinál. A Babel például egy kifejezetten jó film. Yeah. Volt most pedig a Leonardo DiCaprioval forgat együtt egy ilyen vadonban, medve megtámadós, társelárulós bosszú. De kinek a medvének árulja el? Igen, tehát a Leonardo DiCaprio és medve együtt elmennek málnázni, és ott a medve elárulja Leonardot, és Leonardo pedig levadásza a medvét. De pont, csúnya sztori. Pont erről szól a film. Döbbenetes, hogy mennyire. Ez egy könyörtelen történet. Nagyon az, nehéz az. Volt rá Leonardot megnyerni, de sikerült. Nagyon emberi, és a vége az, hogy amikor ott állnak egymásra szembe, és akkor mondja neki, hogy nem akartam. És akkor a medve szemben állja, amikor azt mondja, De a Bábel tényleg szép film. A Bábel tényleg szép. Azt láttátok? Megnéztétek? Nem, mert nagyon ajánlottad, és azt nem szoktam. Azt is, tudod, a rohadt az a baj. Tudom.
Ott is tudod. Hát a Bábel. Ja, persze. Ott is tudod a sztorit. Toronyépítés, elcseszik, összezavarják a nyelveket. Hát most mit nézek meg rajta? Szenzációs. A Brad Pitt is játszik benne egyébként. Nem szokott ilyen alacsony. De ő azért szokott alacsony költségvetésű filmeket játszani. Zseniális. Zseniális. Tehát maga a film, az csak egy mondatban, hogy miről szól, mert hát ha valaki nem lát, és tényleg érdemes megnézni. Több kontinensen játszódik egyébként, és több narratíva van a film alatt, és arról szól, hogy teljesen független, egymástól zajló történetek hogy kapcsolódnak össze, és ahhoz, hogy valaki egy sivatagban megvesz egy fegyvert a saját gyerekének, az hogy vezet el ahhoz, hogy a mexikói sivatagban közben eltűnjön két amerikai aha, gyerek. Pillangó effektus. A két történet között egyébként... Nem, valamit be kellett löknöd. Miért? Hát nem, ez nem az. A hatása. Nem a hatás, nem, itt az összefüggések. Tehát ez összefüggés a lényeg. A pillangó hatás az, hogy egyik oldalon a pillangó veri a szárnyát, akkor a másik oldalon abból Tájfull lesz, ez egy másik film. Az Ashton Kutchernek van egy kiváló filmje. Zseniális film, igen. De az nem ez, Feri, de... Jó, hát csak kérdeztem. Jó, hát na! Én most nem már az is baj. Csak a tényszerűség kedvéért mondtam, hogy nem. Szépen, de így csak mondom, megkérdezem, hát ne ügyek. Jó, nem baj. Én? Aha, talajerózió? Nem. Nem. Jó, mehetünk tovább. És tulajdonképpen, hogy te azt hiszed, hogy arra az esemény, ami veled történik, csak az az esemény van hatással. De közben nem, mert lehet, hogy tőled 4000 kilométerre zajlott valami, és ahhoz, hogy az ott lezajlott, az járult hozzá, vagy az kellett, hogy veled ez itt megtörténjen, vagy pont fordítva, először az történik meg, és te amiatt az esemény miatt kerülsz bajba, és ezeket az esemény láncolatokat kapcsolja ő össze 4-5 különböző helyszínen zajló, egymástól látszólag független történet sorozata. Szenzációs. És a Brad Pitt az egyik esemény száll, ő egyébként utazik egy buszon, és ott meglövik az ő párját, és akkor ő az egyik történés, az egyik szál. Azt hiszem, 3 vagy 4 szál van a filmen. Nem láttátok? Ne. Féktelenül. Buszon utaznak. Igen, aztán nem szabad lassítani. Igen? Értem, mert akkor fölrobban. Ja. Nem. Nagyon sok aranyglóbusz kapott, Oscarra jelölték, szenzációs. De a Brad ezt kap majd valaha egy ilyen díjat? Nem, vagy életmű díjat fog kapni. Életmű díjat fog? Szerintem. Sose fog semmiért Oscart kapni? Mi a baj a ítészeknek ezzel annyira, a filmval? Nem annyira tehetséges, mint amennyire helyes. Szerintem. Brad nem tehetséges. Nem azt mondtam. Ja, nem annyira. Nem annyira, hogy Oscart kapjon. Figyelj, szerintem ő egy jó színész. Egy jó iparos, de nem kiemelkedő. De nem kiemelkedő. Aha. Viszont iszonyatosan jó a brandje, hihetetlenül. A brandje. Hát meg a Jolie-ja. A brandje. Jó, a brandje. Igen, nagyon sok Jolie van a kezében. Kártyázi. Na jó, hagyjuk ezt. Ő egy igazi sztár típus. Viszont ami nagyon szép, és én tegnap rosszat mondtam róla, de visszavonom, azt nézzétek meg mindenképpen, az a Stephen Hawkingnak a mindenség elmélete. Tehát hát, most, hogy nem voltál annyira fáradt újra nézni. Most nem voltam annyira fáradt, vettem még egy nagy levegőt, és azt mondtam, hogy valami kis művetség is ragadjon ránk azért a sok nem tudom milyen film között. Nem lehet, hogy ne tetszen! Hogy ez se. Igen, mi lesz velem? Már ez se tetszik. Nagyon szép film, kiváló alakítással. Tehát az egy nagyon, nagyon komoly film. Te van olyan jó, mint a Birodalom visszavág? Nézd! Nem, nincs olyan jó, és annyira se jó, hogy Rocco castingol, de elmegy. De ha nem is ugyanaz a kategória, nagyon szép Stephen Hawking életéről, hogy nősül meg, hogy lesznek gyerekei, mi történik a leépülés, baleset, tehát nagyon szép film. Ha valaki hosszú, fel kell rá szívnod magad, hogy kibírd, de szép. Ha most egy amerikai vagy egy magyar producer ide jönne hozzátok, és azt mondaná, hogy kinyitom a nagy bőröndöt, amiben annyi pénz van, félek, mi lesz a kérdés. Akartok, akkor miről forgatnátok filmet? Figyelj, most te vagy a kitalálója egy mozinak. Minden adott hozzá, pénz van, színész van. Mi lenne az a téma, ami szerinted olyan téma, hogy egy jó meg lehet csinálni, kettő érdekelni az embereket. Benne van-e például az első öt témádban a pillangóhatás? Az, hogy már olyan jó filmeket csináltak, tehát az Ashton Kutchernek a pillangóhatás olyan jó filmje, hogy nem tudom, hogy mit csinálni. Hanem azt mondja, ide jönne a Andy Vajna, és azt mondaná, hogy Bazi, itt van egy bőröndnyi pénzem. De föl tudjuk hívni a dollár. Bárkit föl tudunk hívni, az szerepel benne, akit te akarsz, és az a téma, amit te akarsz. Nem tudom, filmötlete nem. A legjobb rendezőt adjuk oda neked, bárkit. Bocs, rácok, én nagyon közhelyes leszek, én mindenképpen történelmi filmet. Én nagyon várok már egy igazán jó, de akkor Franco Nero legyen a főszereplő. Van nagy jó, nézd, betára forgassák lehetőleg, hogy hülye vagy.
Nézzen rám egy fehér lovon kék szemmel, három óra legyen, nagyon sokba kerüljön, és egy Frankoréro játsza főszerepet. Az összes C-kategóriás magyar, hogy nem tudom, történelmi eposzban, hogy miért mindig Frankoréro van, és miért mindig betára forgatják 4 milliárdból. De komolyan mondom. Mert olyan témákat dolgoznak fel rosszul, amiket egyszerűen bűn feldolgozni. Rosszul ilyen forrán. Vannak témák, amik ez ne nyúljál hozzá, hogyha nincsen meg hozzá a megfelelő anyagi apparátus, hogy nincsenek meg hozzá a megfelelő Frankonéroval. Hát jó. Milyen szépen nézett a filmben. Jó van. És magyar történelmi mit csinálnál, hát vagy külföldi magyar történelmi? Így van, az a mi történelmünk, ez egy gyönyörű szép, rengeteg fantasztikus eseménye, rengeteg tragédiával, rengeteg ilyen bocsánat, megint ilyen patetikus lesz, ilyen hősies tette. Például a lengyelek, azok akár közeladakozásból is összehoznak olyan költségvet és olyan hihetetlen nagy mozikat, amilyeneket tényleg csak egyébként, mint mondjuk azt, hogy Hollywood tud csinálni meg. Mit. János filmjének nyitós nyitje. Mindenhol a világon. De tényleg. Itt, megy a popcorn. Beülnek, na, Jani filmjel nézzük, tudod, nachos, bepakolok popcornt, és én 6 perces vágatlan snitt így a Gyulai Várra. Na, Viki. Hát figyeljetek, Korea, Tájföld, Japán, Kína, ezek az országok Ázsiában mind iszonyatosan büszkék a történelmükre, és egymás után ontják magukból a jobbnál jobb történelmi filmeket, amik mindannyian felveszik a versenyt bármelyik ilyen hollywoodi nagy mozival. Vagy érted, egy rettenthetetlennel, vagy mit tudom én, a Hazafival, vagy akármelyikkel. Tényleg. És nálunk meg nincsen egy normális történelmi film, azért tényleg nevetséges, hogy még mindig az Egri csillagok a legjobb, de most komolyan. A karórás janicsárokkal a háttérben a zöld trabanttal. Meg a Rákóczi hadnagya, érted? Hogy egyszerűen hihetetlen, hogy nem tudnak hozzányúlni ezekhez a témákhoz úgy alázattal, büszkeséggel, meg hát nyilván olyan költségvetéssel, hogy nézzenek is ki valahogy. Ne az legyen, hogy a csodaszarvas mögött ott van 20 méterrel egy drótkerítés betonoszlopokkal, érted, meg bejönnek a magyarok, jönnek etel közben 30-an. Hát ennyien voltak. Ők az előrs. 8 ilyen fáradt lóval tudott bandukolva. Igen. A Brad Pitt azt mondják, hogy kapott Oscart, csak ugye ő producerként, tehát színészként gondolta, pedig volt egy-két nagyon jó alakítás. Olyan, mint a Leonardo DiCaprio, tehát hogy nem nagyon kedvelik őt egyébként az urak, akik döntenek nyilván. A Leonardo meg fogja kapni előbb-utóbb megkapja, csak tudod, nagyon fiatal, nagyon sikeres, mindig jó dolgokhoz nyúl, mindig jó filmeket csinál, és hát az akadémia nem nagyon szereti, ha például egy olyan emberről forgatsz filmet, mint a Wall Street farkassa, ahol lányok fenekéről tolod a dolgot, embereket húzol le, igen, és megnézték az akadémiát, és az összesen ugye felénél kikapcsolta, a 70-es öreg urak nem értik, hogy miért jó üvöltözni egy irodában, hogy vegyétek fel azt a rohadt telefont, és hívjátok, ekkorát játszik benne. Hát mennyire megérdemel? Nem volna. Tudom, azt sem nem? Láttam. Nem láttam? Hogy láttam volna? Minek nézzem meg? Hát még az elején kell kezdeni. Egri csillagok van, akkor a izé. Elfújta a szél Casablanca. Ezt a hármat, ha megcsinálom, akkor jöhet a többi. Azon gondolkozom, hogy neked hol kéne elkezdeni. Köszönöm. Tehát én azt tudnék állítani neked egy 50-es listát, amit ha megnézel, akkor azt gondolom, hogy láttad a legjobbakat, talán a legfontosabbakat, bár nyilván ez szubjektív. Tehát, hogy kinek mi az a legfontosabb? Első öt film, amire azt mondod, hát ezt most így nem az baj, hogy nem tudom. De például a Titanic, Dr. Szöszi. Igen. Titanic, Dr. Szöszi, négy Eddie Murphy film. Igen, ez három. Forró rágógumi. Hát nem, de például, ha már itt van ez a Inári tudnak, például 21 grammját, azt lehet, hogy azért azt meg kéne nézned. Az nagyon jó film. Aki most, akiről beszéltünk hosszú ideig, igen. Aha. A Gonzáleznek a 21 grammját, vagy a Bábel. Tehát az például fönt lenne a listán. Igen, de kellenének commerce filmek neked. Van, kellene, persze, hogy nem egyen a tehát mindig az lenne, hogy egy kicsit nehezebb film, és aztán egy kicsit könnyebb film. Uh-huh. Mi egy Adam Sandler filmet mindig beraknék neked másodiknak, hogy tudod, hogy ki ő? Igen. Na. Igen. Egyszer belefogtam így ilyen Chaplinben, nem beszéltek benne, ezt hagytam a francba az egészet. Az egyik, jó. De nem azért, néha jártok moziba. Mi történik? Persze. Színházba indultok, csak elnézitek? Vagy hogy jutsz el te moziba? Elmegyünk, csak én nem megyek be. De... Megvárod a béket? Persze, hát a kicsi a szék, beütöm a lábam, nem látnak mögöttem, egy csomó macera van a mozival. De kérd a hátsó sorba. Hát menj a hátsó sorba, ott már nincs baj. Ott nem dobálnak kukoricával, hogy milyen nagy a fejed. Biztos romantikus filmekre mentek el, nem? Hát persze. Mert ez nagyon fontos, hogy Feri, hogy ne legyen... A Titanicot négyszer láttam. Ne legyenek egysíkúak. Ezek a filmek, amiket megnézett. Hát, ha ajánlunk, akkor mindenképpen úgy kell, hogy Balázsnak is egy vegyes vágót kell ajánlani. Hát de most mondta, Adam Sandler. Érted? Adam Sandler. Így van.
van már olyan mozi, mutatja a Laci, ahol egyébként jacuzziban ülnek. És le van úgy olyan, mint az autós mozi, tehát a mozi előtt le van rakva 8 darab ilyen műanyag fürdőkád, beülsz, pesgőzöl a pároddal, és közben nézed a filmet. És nem tudom, talán és ha a Titanicot nézitek, akkor jéghideg víz jön be. Londonban. Igen, és betesznek egy kabinajtót mellé, de a jacuzziban jön. És néhány jelenetet élőben eljátszanak a Titanicból, vagyis amikor jön valaki, hogy van még valaki a vízben, és fújja a sípot, akkor ott megjelenik egy ember, és fújja neked a sípot, hogy tudsz-e még jelentkezni. Nem tőled kérdezték, ez a filmben hangzott el, Ferenc. Figyelj, önmagában a Titanic is azért egy nagyon nagy dolog. Tehát az igazán elvetemült... Rohadt nagy hajó. Igen. Én mondjuk utálom azokat a filmeket, aminek tudom a végét, de hogy azért az is egy önmagában egy szép film, persze lehet nyilván fikezni, hogy Leonardo DiCaprio meg 3 óra csöpögés, de hogy azért azt a Cameron megcsinálta, azért azt mondjuk mindenképpen egyszer látnod kell szerintem. Tudod, az a rohadt nagy hajó az első emberekkel végén. Az a fránya jéghegy megvan. Az is, amikor érted, ott a kocsiban van valami jelenet, az bepárásodik az ablak. Azt miért nem lehetett rendesen megcsinálni, hogy lássál valami? Mi volt az utolsó, amit láttál moziban? 101 kis kutya. De azt már nagyon régen. Meg a Herr. Igen. Micsoda, hát amikor mennek, menetelnek be a repülőbe, gyönyörű jelenet a végén a Herrbe. Hát azért az például egy nagy klasszikus. Moziról mozira jártunk. És a barátja helyett elrepül. Pont ahol elkezdett volna kezdeni érdekelni a film, ott hagyták abba, basszus, érted? Felszállnak, azt mennek, érted? A Mekong Deltához. A legszebb jelent, hogy elmegy a barátja helyett. Basszus, semmit nem láttam a napamból se. Csak a hülye romantika. Már az nagyon szép, ahogy ugye szedik ki, és mondják, hogy fogd a cuccod, és a csáv ugye nem tudja, hogy csak beugrott. És közben énekelnek, és elindulnak be a repülőbe, és a végén pedig mennek ki a sírjához. Soha nem értettem ezeket a musicaleket, de tényleg. Szép. Tehát, hogy így magam elé képzeltem, hogy a tengerészgyalogosokat énekelve. Jó érzés, hogy ezt nem arról kell nézni, hogy felnőtt 180-as férfi, aki nem tudom milyen puskával a hátukon énekelnek, hanem a szöveget kell nézni, és közben az, hogy elrepül a barátja helyett, és meghal a barátja helyett. Tehát ebben ez a szép, nem az, hogy nem az, hogy meleg tengerészgyalogosok énekelnek, és táncolnak a tengerészgyalogosok. Ez miért kell? De érteni kell a képeket, meg a metaforikus jelentéseket. Nem arról van szó, hogy a tengerészgyalogosok Vietnamban énekelve szálltak föl a repülőre. És a sorozás? A sorozás. Az mekkora, miért? Az tök jó. Ott is énekelnek, meg igen, látköm. Arról beszélek, hogy igen, hogy a fehér fiú vagy a fekete fiú a jobb pasi. Na, de tényleg mit láttál utoljára? Na. Volt valami moziban, csak hogy kíváncsiság, hogy mire rángat el a béke. Fiatal voltam. Fiatal voltam még, mikor moziban voltam utoljára. Nem szeretek moziban járni. A Körhinta Törőcsik Mariban. De szép film aztán. Az nagyon szép. Az, ahogy engem mennek körbe. Mindig eszembe jutott róla az újszászi búcsú. Nem tudom, mit láttam utoljára. Fogalmam nincs. Én tudnék neked szép voltam. Filmeket mondani. De nem kell szépet mutatni, vagy nem. Stalingrád, a tenger alatt járó, ellenség a kapuknál. A Roberto Benigninek megvan a neve? Tudod, meg, igen, igen, az édes életet csinálta. A Roberto Carlos unoka Roberto Carlos. Na, azt láttam például, azt is láttam. Az szép volt, azon még sírtam is. Most tegnap ez csak volt a Schindler listájá, meg sem bírtam nézni már. Azt is láttam. Igen. Na? Tehát láttad a Roberto Benigninek? Igen, mi volt a címe? Édes élet volt, ahol szintén ugye a koncentrációs tábor borzalmai. Nem az élet korom. Szép, nem az volt. Vagy az élet szép. Anita Ekberg az miatt. Az élet szép. Nagyon szép film. Azt például neked fölírnám, ha nem láttad volna. Azt én láttam. Roberto Benigni nagyon szeretem, az egy nagyon-nagyon szép film. Tehát, hogy nagyon bátor hozzányúlás, hogy Auschwitzról van benne szó, és arról szól, hogy... Úgy próbálja túlélni a gyerek. Ő a gyerekével kerül a koncentrációs tábor, egy elképesztő hozzányúlás, hogy azért nem nyúltak eddig így ehhez a témához, és ugye ő ott abban a filmben elhiteti a gyerekkel, hogy az egész egy játék, és aki túléli a dolgot, az a végén kap egy tankot. És a Roberto Benigni egyébként rendezte, és ő is játszik benne, és a végén, amikor a katona őt elviszi lelőni, azt a gyerek végignézi, ugye a kukából. És még ott is ez elképesztően szép film, és még ott is úgy masírozik el a katonával, hogy tudja, hogy a gyereke nézi. És hogy a gyereknek ne essen, hogy ez nem játék, tudja, hogy őt viszi kivégezni, de elkezd még mindig játszani, és a gyerek végignézi, hogy ugye elviszik az apját, és a végén jön a felszabadító hadsereg, és megjön a tank. És a gyerek ott jön rá, hogy akkor apának tényleg igaza volt. Igen, szóval, fú, hát a játék. De azt hogy láttad? A csávó aztán... Mire mentetek? De például, Eddie Murphy filmre is véletlen rossz helyre vettetek egy Roberto Benigni filmet, ha te láttál, azért az egészen meglepő. Feri azóta utána néz a filmeknek, mióta beült a Ben Hurra, mert a főhős vezeték neve alapján azt gondolta, hogy egy híres gitárosról szól. Hogy egy koncertfilm lesz. Igen, az egy nagyon-nagyon szép film. Ha valaki nem látta, az kötelező darab. Szerepelt a... Woody Allennek volt egy rómás filmje, azt is láttam, képzeld el. És abban is volt a csávó, de ott nem volt olyan jó. Ott csak szereplő volt.
Hm. Ezt igen, ezt ő rendezte. Ezt ő rendezte egyébként. Mondom, Woody Allen filmet láttam utoljára, valami Róma, az a címe, keressetek rá a netre. Filmek, címekre nem emlékszem. Sok mindent csinált, egy, igen, Párizs, Rómáról, a kedvenc városainál, mindig megtiszteli őket, az csinál egy filmet. Megállt egy kicsit. Megállt egy kicsit, igen. Igen. Az új filmjeiből semmit nem láttam, a nagy klasszikusait mind. Woody Allennek, azokat nagyon-nagyon szerettem, de ezeket az újabbakat már nem annyira. Valami, pedig nagyon nagy kedvencem volt ilyen tizenévesen. Na írd a listát, szépen én megírok neked egy 20-as listát. Szépen elkezdem pótolni, és beszámolok róla adásban, hogy... hogy miért nem megyek én a felébe, hogy nem ezt gondoltad te mozira. Figyelj, ezt, hogy ezek ott álltak, te a hóviharban néztek előre egyenesen. Neked nem, Feri, mert te már menthetetlen vagy, de a Somának írok egy vér és bél listát, jó? Vér és bél? 20 olyan film, amit látnod kell, hogy tudjál mindent. Igen, Almodóvár filmeket is rá lehetne tenni azért, szóval, hogy lenne szép lista egyébként. Álmodóvár. Hát, az ugye? Beszél, mint egy vers címe. Igen. Na jó van, elmegyünk, kicsit filmeztünk, de nem baj, hát adtunk valakinek egy-két jó ötletet, hogy mit nézem meg mozikban. 8:30 volt pontosan, 6 perccel 3-as ugrás játszunk. Ha valaki szeretne játszani, akkor nyugodtan jelentkezzen a 3-as ugrásra, mi pedig jövünk Ákos hírei után. 3:49 van, egészen pontosan szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, és filmekről beszélgettünk, illetve arról, hogy ha 10 filmet ajánlhatnánk Ferinek, mi lenne az, amit megnézne. Tényleg gondolkozom, én egy 10-es listát, 20-as, nem, egy 10-es listát összeteszek neked. Jó? Írjuk össze, utána értékelek. Jó, tehát egyet megnézek, és elmondom. Minden hétfőn bejössz, és minden hétfőn kiértékeled, hogy te mit láttál. Jó. Ezt csináljuk meg, jó? Hétfőn lesz egy rovatod, vagy csütörtökön, mozis rovat, Feri 9 után értékeli a filmet, ami ki rajtod. 10-20 filmet összerakunk, és 20 héten keresztül mindig értékeled az adott filmet. Ja, benne jó? Vagyok. Jó, na, én akkor írok ilyet is, olyat is. Jó? Lenny Kravitz volt, többen kérdeztétek, Lenny Kravitz új dala. Nem annyira új, de új. De Lenny Kravitz. Lenny Kravitz az új albumáról, az új dal. Igen, nagyon szép film. Nagyon szép film, azt mondta. Én már azt értettem, hogy nagyon szép fiú. Nem, filmet mondtam. Valaki hátra félreértette. Igen, meglökött a Zsüli, és ezért csúszott félre. Ó, meglökött a Zsüli, ezt is félreértettétek, biztos? Nem erről van szó. Nem úgy lökött meg, nem lökött meg, nem ért hozzá. Fehérváron az utak jegesek. Basszus, nem érek oda, az orrszőrbe ütet. És írja nekünk egy hallgató. Nagyon jó, ez a mozis filmes rovat, lehetne több ilyet, királyi műsor. Geri küldte nekünk, lesz akkor, Feri értéke. Kitaláljuk, hogy melyik napon, 10-es, 20-as listát összeállítjuk neki, és megcsináljuk a Feri értéket, illetve minden értékelés után ajánlunk egy újat, jó? Tehát jó. Azért bővítsük, hogy valami értelmes legyen a rovatnak. Feri értékel, majd filmajánló. A Balázs ajánlom a 9-et, én meg egyet hozok majd, ami egy eszenciája az én érdeklődés körülnek, mit tudom én, a hegymászó zombik összecsapnak a nácikkal. Tehát valami ilyen típus. Egy várban, igen. A 4-esen Budapest felé a Cegléd-Berceli letérőnél mérnek Balage küldte nekünk, valamint M3-as Mogyoródról kifelé komoly költ. Kérlek benneteket, hívjátok fel a közlekedők figyelmét, hogy attól, hogy elől van fény, és utána pedig kínai írásjelekben jött meg. A többi, gondolom, a ködlámpa használata. Nem, ez egy nemzetközi SMS. Felhívna figyelmet, vagy egy nemzetközi SMS, igen. Gettó milliómos, láttad például? Csak úgy beugrott. Egy másik indiai filmet láttam. De lehet, hogy indiános volt, már nem tudom. A indiános az sokat, gyerek, új, de szerette Vinettót, húj, te. A jugoszláv filmgyártás gyöngyszemei, meg az NDK filmgyártás, azokat szerettem. Gojko Mitics a kedvencem, igen. Gojko Mitics. Egy másik indiai filmet láttál? Azt meséltem is neked, tudod, ez a elkezdi küldeni egymásnak az ételhordót. Ja, igen, és ott mennek. Azt se értettem, hát miért nem visz magával kaját? Tényleg. Ne, Gettó milliómos. Na, például az biztos, hogy rajta lesz a listá, ha nem láttad. Nem könnyű film, de nagyon, nagyon szép. Jöhet. Az indiai legyen ön is. Is legyen. Tessék? Legyen azért közte. Nem csak ilyen nagyon hátművész filmeket kapsz majd. Mert a második héten befordulok. Gondolkodni kell, az nem jó. Csak nagy gondolatok, Feri. És érezd magad nagyon kellemetlen, ha nem érzed majd. Ha nem értem, hogy miről szól. Hogy miről szól ez az egész. Nem, azt például arról szól, nem lövöm le a végén, mondom, hogy van egy fiú, aki elmegy az indiai legyen ön is milliómosba játszani. De ott van egy nagyon önimádó, nagyon egocentrikus műsorvezető. Uh-huh. És értem, hogy ez a film. Hol van ilyen? Érlek, hogy ez miért tetszett nekem valójában. És nem szereti, hogy a film az nem, vagy a sztori nem róla szól. És Rajavágó.
Rádzsavágó. Hát gyerekek, nektek valamiféle kultúrát. És akkor kicsinálja, megmahinálja a kérdést. Kérdésenként jut el a srác egy bizonyos nyereményig, de nem mondom, hogy mi a vége, tehát nem lövöm le. És minden egyes kérdésnél azt mutatja meg, hogy a fiú honnan tudhatja az adott kérdésre a választ. Aha. És ez ugye egyre jobban nem tetszik a műsor készítőjének és a műsorvezetőnek, aki pedig mindent elkövet, hogy ezt a 18 éves fiút ne tegye milliómossá, és jön egy adott kérdés, és az adott kérdés után meglátod, hogy a fiú mit élt át, és ő ott az adott pillanatban honnan tudja a választ, és kapsz egy nagyon szép képet az akkori Indiáról egyébként. Mm-hmm. Nagyon szép film, és kérdésekkel mutatja be Indiát. Tehát teljesen követhetetlen a dolog, ebből azt szűröm le, ugye ahelyett, hogy végigjátszanánk azt a rohadt 10 kérdéses játékot, minden kérdés után egy ilyen negyedórás. Na jó, jó, akkor a Taj Mahal kiépítette, jó, érted, akkor és akkor ő egyszer ott koldult a Taj Mahal tövénél, nyilván ez lesz, mert ő egy szegény gyerek, tehát már láttam a lista így fog kinézni, reszkesetek, betörők, kincs, ami nincs. Láttam, láttam. Mondja, Dumbass Dumber, meg valami tényleg valami. Hát mondjuk a Dumbass Dumber tényleg jó. Papácák a pácban, és a három Eddie Murphy film, körülbelül ez lesz a listán. Mindet láttam. Én ne légy barom, 1, 2, 3, 4. Már van négy film. Már van négy film, igen. Igen, és a horror rakodva egy tölötig. Na játszunk, jó, itt van a hallgatónk, akivel hármas ugrást játszunk már is. A hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Jó, a legjobb az Orsi, de egyik hallgatott, Malac a pácban pont. Na, nekem. Az igen, az film. De nem, hogyha lesz egy életrajzod, Légy szél, ez legyen a címe, jó? Malac a pácban. Ferenc, igen, igen. Malac a pácban, vagy életem históri. Malac a pácban, óriási. Kicsit önironikus, de jó. Malac a pácban, igen. Halló, jó reggelt! Halló, sziasztok! Szia. Hello, Benjamin. Így van. De szép neved van. Igen, Benny, Benji, hogy becéznek? Hát, Benjamin, Benji, mindenhogy, ahogy jön. Benji, volt egy ilyen kutyáról szóló sorozat, Benji. Emlékeztek? Igen. Ja. Mellette ment ott az a robot, ami repült? A Zack, vagy Zack, az Benji és Zack volt, vagy az Zack külön volt? Nem, így volt. Zack Snyder? Csak közben jöttek. Igen. Azon. Nem tudom, Benji, mindegy, és nem kérdezek hülyeségeket. Mit csinálsz, jó. Benji? Honnan hívsz minket? Győrből. És egy gyors étteremben vagyok eladó. Ó, és munka közben telefonálhatsz? Nincs ebből baj neked? Még nem nyitottam ki, vagyis 9-kor ki kellett volna, de amúgy nincs baj. Már 9 az még előttünk lesz, 10 perc. Igen, még ráérsz. Tehát még nem. Ja. Te nyitod a gyorséttermet, ez egy külön foglalkozás, mint régen a lámpa gyújtogató, hogy végigmész az összes győri gyorséttermen, és te kinyitod őket? Nem, vagy... nem, én egy gyorséttermet nyitok ki, ahol dolgozom. Aha. És te vagy a kulcsos, és utána te beállsz, még csinálsz valamit? Így van, pult mögött vagyok, egyedül dolgozom, egy ilyen kis hely, egy pult van. De ez egy ilyen franchise, ez a piros színű? Szendvicses? Ez a szendvicses, klasszikus? Nem, hamburger, hot dog, gyíros. Ja, úgy, ja, azt hittem, ez fura volt, hogy igen. Mondjuk, hogy a 9. január 9, akkor húz bele. Ja. Igen. Na és mit ajánlasz? Mit tegyek, ha egyszer ott vagyok nálatok? Ajánl valamit. Csak hamburger. Nagyon jó. Húsból készül, saját recepte. És ez a klasszikus nagy buci, csalamádé, tehát ez az igazi régi... Nem csalamádé. Külön zöldségekkel, de hát hústól nagyon jó szerintem. Aha. Kicsit kihaló félben vannak ezek az igazán jó burgerek, nem? A klasszik. Igen, szerintem is ezek a fagyasztott húsok nagyon mennek. Ez meg saját darált hús, saját recepttel, összegyúrva. Mondjuk annyiban cáfolnálok benneteket, hogy itt ugye Budapesten nagyon sok ilyen házias, ilyen kézműves hamburgeres nyitott. Most egyébként szaporodnak újra. Igen, mostanában, és nagyon jók, nagyon ügyesek. Na milyenek a kérdések, Jani? Hát szerintem simán vihető. Benji elviszi, azt mondod? Jó, ja, Benji az nem. Nem, ő nem fogja elvinni, csak úgy általában. Nem, szerintem könnyű. Az első kettő az szinte biztos, hogy menni fog, a harmadik szokás szerint egy kicsit nehezebb. Menjünk? Addig nem megyek te. Na figyelj, így szól az első kérdés Morning Show-s nyakbalkasztóért. Ki énekelte a Skyfall című James Bond film főcímdalát? Adél. Így van. Szép volt. Pár nappal ezelőtt volt pont az Owen bácsiban, nem? Segítettek. Ki segített? Hát itt átjöttem egy papírírószerboltba, itt van egy ismerősöm, Vanda, ő segített nekem. Vanda ki segít a papírírószerboltban. Ki segített? A memória. Igen. Menjünk tovább.
Így szól a második kérdés, sapkáért, sálért. Kiviseli a sárga színű trikót a Tour de France kerékpárversenyen? Ne kapkodj, gondold át. Kerékpáros, gondolom én. Egy versenyző. Igazából fogalmam sincs. Az jó. Vanda mit mond? Vanda, szerintem ő sem tudja. Az nagy baj. Vanda tudja? Nem. Nem tudja senki, körbenéztem. Hát, nem tudom. Hát kiviselheti, próbálj észszerűen gondolkodni, sárga trikó. Hát igen, próbálok. Nem tudom. Szoktam néha, meg láttam ilyen sárga trikót már bicikliseken, de annyira nem követtem a biciklit. Nem most kellett. Aha. Akkor mondj valamit, mert lejár az idő, bármi. Hát, nem tudom. Talán az előző győztes. Nem. Ennél egy picit összetettebb a dolog, mert szó szerint arról van szó, hogy az összetettben vezető, a mindenkori összetettben vezető versenyző vezeti. Értem. Majd legközelebb. Legközelebb, Benji, örülünk, hogy beszéltünk. Még annyit kérdezhetek, a pár hónapja beszéltetek itt erről az Elite Challenge-ről. Igen. Nos, én erre jelentkeztem. Hát akkor nagyon kemény, hogy kösd fel a gatyádat. Hát majd igyekszem, beszéltem is ott a fel, vagy aki vezeti ezt a dolgot. Hát nem lesz egyszerű, de nem. Van egy 5-7-es felkészítő program. Semmit ne spórolj le, mindent csinálj végig, ami le van írva. Amit a Koltai Arnoldék leírtak neked, ha azt végigcsinálod, akkor fizikailag felkészült. Gyerekek, a gyengébbek, mi ez? Többször voltak itt nálunk műsorban, elsősorban volt, akkor, amikor hát igen, nem véletlen, talán betolódott. Az időzítés nem véletlen. Miről beszéltek 2 perce? Egy nagyon kemény kiképzés, mint az amerikai hadseregben, csak magyarul. És ez az Elite Challenge. Elmész fekvőtámaszozni, és ketten szokták végigcsinálni. Igen, általában egy ilyen 95%-os lemorzsolódás. Van. Frusztrált 50-es férfiak üvöltöznek nem. veled. Hogy, nem bírsz elindulni 50 évesen. Én szeretnék olyan frusztrált 50-es lenni, mint amilyen Koltai Arnold lesz majd 50 évesen. És végre kell hajtani valamit? Igen. Hát ez gyakorlatilag olyan, mint az amerikai Ranger, vagy a magyar rohamlövész kiképzés 5 hete, csak az első 5 nap ebből. És hát ennyi. Neked való pont, sárban csúszás van. Napi max 2 órányi. Alvás. Hát nem adnak alatt. Nem, hát ez 5 nap alatt. Miért, de alvásban már benne vagy? Az igaz. Az igaz. Mi lett, hogy sárban csúszom otthon, mert nem takarítunk, minden stimmel, mehetek. Csak közben nem cipelsz 30 kilós rönköket, meg nem. A társaidat hordágyon is. Drukkolunk, Benji, hát ez egy komoly fizikai teljesítmény, úgy hallom, tehát ez nem olyan, hogy gyere cipóhan bekapta. De kemény vagy, hogy már azzal is egyébként bebizonyítottad a keménységedet, hogy elmész. Igen. Drukkolunk, köszi a játékot, ajándékcsomagot nem tudunk adni, boom, nincs, ugye, mert nem a harmadik kérdésnél hibáztál, úgyhogy legközelebb, jó? Köszönöm, sziasztok. Készülj a következő megmérettetésre! Gyerekek, milyen ünnep van most? Vagy mi van most, hogy ide kilószám érkeznek a kaják? Mert most megint jött valami. Hát ezt csak magadnak köszönheted, mert te ajánlottad azt a cukrászdát, ahonnan érkeztek azok a kis ajándékok. Jó, drágák, az cukrászda, az hagyjál. Na de Tihamér vagy Tivadar a Hentes is küldött nekünk egy nagy adag kaját. Gyerekek, ne vessük el azt a felvetést, hogy kedvelnek minket, nem? Aha. Eszembe nem jutott. A fele vigye, hát azért ennyire már lehetünk egy kicsit talán. És én is itt vagyok. Még annak ellenére is kedvelnek bennünket, hogy ti itt vagytok. És akkor ez a cuki is? Bizony, de ez aranyosak. A kis budai cukrászda. Ja, nagyon helyesek, nem kértük, de nem találtunk, kaptuk ajándékba, köszönjük szépen. Nem kértünk, de mindig örülünk. Mindig örülünk, gyerekek, úgy mentünk ki, mint a sáskák, tudod mindenki, hogy mi jött, igen. Na, újabb fejlemények vannak annak a 4 gyerekes családnak a házatáján, akiknek ugye hát egy komoly trauma történt az életükben, mert hogy hát leégett az otthonuk a hónap elején, és azért mondom, hogy idézőjesen a házatáján van fejlemény, mert hogy konkrétan erről van szó. Ugye a Morning Show hallgatóinak segítségével gyűjtöttünk már több mint 3,5 millió forintot. Erzsékről van szó, egy 4 gyerekes családról, egyébként nagyon helyesek, és egyik pillanatról a másikra a házuk leégett, ők kimenekültek a házból, és nem túlzás, végignézték, ahogy az utolsó képkeretig, játékig, ruháig mindenük oda lett, és mindenüket elvitte a tűz. Erzsivel mi összetalálkoztunk egy játékban, idézőjelesen találkoztunk, ugye betelefonált, és hát nagy nehezen ki tudtuk szedni belőle, hogy miért rossz kedvű, elmondta ezt a történetet, és hát szinte értetlenül álltunk a dolgok előtt, hogy úristen, mekkora dráma. Aztán eldöntöttük, hogy összefogunk, hallgatóink segítségét kértük, és hát ennek eredményeképpen 3,5 millió forint jött már össze egy egyesületi számlára. Vannak fejlemények, ott van az egyesületnél a mi Tiborunk, aki
ugye hát a hallgatói pénzek összegyűjtése után ő akcióba lépett és segít nekünk bonyolítani a dolgot, mert hogy azért mi egy picit messzebb vagyunk, de beszámolunk arról, hogy hol tart a dolog jelen pillanatban. Nagyon klassz és pozitív fejlemények és vannak. És nem csak pénz jött össze a hallgatóktól, hanem ugye mindenféle dolgot össze hordtunk, idézőjelesen mondom, tehát küldtetek ruhát, tévét, hűtőt, minden igen, van a családban. Gyerekekről van szó, legkisebb gyerek 2,5 éves, minden nap haza akar menni, meg nem tudja fölfogni, hogy mi történt, csak azt érzi, hogy valami nagyon nagy változás van, tehát az egész történet nagyon megható és szívszorító. Úgyhogy felhívjuk hírek után a mi Tiborunkat, hogy hogy áll jelen pillanatban a házvásárlás. Ugye egy mobilházról van szó, aki hallott minket, tudja, hogy miért mobilház, Erzséket szerették valami, pedig nyilván nem dönthetjük el, hogy ők mit szeretnének, ez is nagyon nagy dolog. Úgyhogy felhívjuk Tibort és Erzsit, hogy mondják el, hogy jelen pillanatban hogy állunk. Jó? Úgyhogy jövünk a részletekkel mindjárt. 2 perc van pontosan 9 óra, jövünk Ákos hírei után. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. Jajajajajajajaj. 9 óra múlt 12 perce, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Köszönjük szépen a reggelit, amit küldtek a hallgatóink, CSS kollégáinknak jelezzük, hogy észre. Igen. Tehát azért, mert mi bejövünk a stúdióba, Anton még azért az egyik szemünk kint van, és látjuk, és nem szeretnénk arra kimenni, hogy már semmi nincs. Uh-huh. Finoman. Vérszagra gyűlnek. Látjátok, milyen népszerűek vagyunk ilyenkor? Jönnek haza, meghallják, és jönnek. Szélsz, mint a cápák, egyébként tudod? Nem nézünk be? Egyébként ha ez a stúdió nem is lenne? Igen. Szerényem, távolságtartam, értékel. Közi. Nem elfelejteni, hogy ki kapta. Igen. Trafikgödrében a 66-os úton kaptuk SMS-be, régi M0-ás jóság, Ede küldte, már megy a forgalom a gyorsforgalmi úton. Ez is SMS-be jött, köszönjük szépen. Valamint Vácról kifelé a Volkswagen szalon előtt mérnek, ezt Niki küldte nekünk. Hmm. Sebi vagyok az M0-áson, az M1-es lehajtónál mérnek a rendőrök, vigyázom mindenki, és van egy baleset az M1-es autópályán, Győr felé, méghozzá a Lébényi lehajtónál, ezt Krisz küldte nekünk. M5-ös bevezető bevásárlóközpont után első gyalogos felüljárónál háromlábú mér, üzeni Tibi, valamint a 44-es főúton köd van Cserkeszőlőtől egészen Békés Csabáig, valamint sok a kamion, úgyhogy ott is vigyázzon mindenki, és menjetek óvatosan. Óvatosan azzal a krémessel! Hogy értem, nehogy elfogjon. Viszed el a kezed onnan? Szól kint a rádió, szól, nem? Persze, persze. Teszed le a Zsuzsi? Köpet ki az Péter? Csak ilyeneket nyomjunk. Nem fél a zsebedbe! Igen. Na. Csak kis krémes, narancsos krémes, nagyon gyümölcsös krémes. Igen. Bocsánat, a krémes budai fellegvárából. Nagyon-nagyon helyesek a hallgatók, tényleg köszönjük szépen. És most zene. Igen. Kemésztés. Értem, én fontos beszél. Na jó, menjünk enni. Na, amiről ugye beszéltünk a hírek előtt, hogy van egy nagyon-nagyon szép kezdeményezésünk, illetve pontosabban most már nem is kezdeményezés, talán a jó szó, sokkal inkább az összefogás szót lehet használni, mert hogy vannak új fejlemények annak a 4 gyerekes családnak az ügyében, akiknek ugye hát konkrétan leégett az otthonuk a hónap elején. Csak néhány mondatban, tényleg már lehet, hogy néhányan unjátok, de azért mindig gondolunk azon hallgatóinkra is, akik vagy nem hallgattak minket mindez ideig, vagy pont erről a történetről lemaradtak. Ugye Erzsi betelefonált, hogy ő játszana. Mm-hmm. És Feri, mintha megérzett volna valamit, megkérdezte, hogy miért van Erzsinek ilyen rossz kedve, olyan kicsit nyomott volt a hangja, rossz kedvű is volt. És kiderült, hogy hát oka van arra, mert hogy leégett a házuk. Leégett a házuk 4 gyerekkel, ők most az anyukájuknál laknak, az anyukájuk szívbeteg, nincs sok esélyük az újrakezdése, tulajdonképpen hát, zéró. Szinte semmi. Szinte semmi, 20 000 forintot. Nem maradt. Így van. Semmiük nem maradt azon a ruhán kívül, ami rajtuk volt. Ami rajtuk volt, ez talán éjszaka történt, és hát kimenekültek a házból, és végignézték, ahogy mindenük oda lett. És kaptak 20 000 forintot az önkormányzattól, 4 gyerek van, nagyon helyesek a gyerekek, és beköltöztek ők az anyukájukhoz, aki ráadásul egy szívbeteg asszony, és nagyon kicsi helyen próbálnak ők most, vagy próbáltak mindez idáig újra kezdeni mindent, hát nyilván erre effektíve semmi esélyük nem volt tényleg. Sok-sok millió forint kellett volna ahhoz, hogy valahogy elinduljanak. Erzsi betelefonált, ezt a történetet elmondta, és mi úgy gondoltuk, ugye, hogy hát nyilván oka van, hogy összeakadtunk, nyilván oka van annak, hogy talán ő jutott be a játékba, nem véletlenül, ha lehet így mondani, a sors kezelbe kicsit beleszólt, és azt mondtuk, hogy jó,
ritkán csinálunk ilyet. Igazából minden nap tudnánk, annyi levelet, segélykérő e-mailt kapunk bajba jutott családoktól, hogy tényleg akár szólhatna erős a 4 óra, hogy minden nap gyűjtünk, de hát nyilván azért ez egy vidám szórakoztató műsor, de azt mondtuk, hogy rendben van, feladatunk, hogy segítsünk, emellett nem tudunk elmenni szó nélkül, és arra kértük hallgatóinkat, hogy jöjjön az a szokásos útja, módja a dolognak, hogy az általában lenni szokott, segítsenek azok, akik tudnak, és hát egészen megdöbbentő esetekkel találkoztunk, kiderült, hogy van egy egyesület, ők nyitottak ugye egy számlát szegényeknek, összejött 80 ezer forint 2 hét alatt, és aztán egy kicsit mi közbe léptünk, ha lehet így mondani, a szó jó értelmében. És a hallgatók gyakorlatilag egy emberként álltak mögénk ebben. Így van. A nemes ügyben. Így van. 500 forintot utaltak, 1000 forintot utaltak, 1500 forintot utaltál, 800 forintos utalások jöttek. Tehát tényleg megdöbbentő, hogy egyébként hasonló körülmények között élő emberek, szegény emberek, és az utolsó utáni forintjukat is azt mondják, hogy rendben van, próbáljunk segíteni a családnak. Van, aki 100 ezeret, 200 ezeret, 300 ezeret, tehát nyilván vannak olyanok is, akik nagyobb összeggel járultak hozzá a mi gyűjtésünkhöz, de aki kicsit adott, aki kicsit tudott adni, kicsit adott, aki nagyobbat, az pedig nagyot. Számukra minden egyes adomány egyébként ugyanannyit ér. Így van, és ezt mi sokszor meg is köszöntük. Ugye Erzsék a mobilház mellett döntöttek. Igen, mert Erzsé egyébként nagyon szimpatikus módon, és ezzel is megerősített minket abban, hogy nagyon jó helyre megy ez a pénz, meg hogy nagyon jó embereken segítünk. Azért választotta a mobilházat, hogy az édesanyja mellett maradhasson, ugyanazon a telken, ahol az édesanyjának a háza is van, mivel ő ugye beteg, és folyamatos ápolást igényel. Plusz igen. Volt ugye egy anyagi megfontolás, és hogy egy rendes ház az mondjuk 7-8-10 millió forint a környéken, ezt meg kevesebből is meg lehet csinálni. Igen. Szerintem ez is benne bár volt. Ugye mi mondtuk Erzsének, hogy szerintünk mi hihetünk annyira magunkban, a hallgatóinkban, hogy akár ezt is össze tudnánk szedni, de azt mondta Erzsé, hogy nem, ő ugyanott szeretne házat, ahol ez a ház állt, az édesanyja telkén, mert ugye ott 2 ház volt, és 10 perc helyett, ha máshol lakott volna, egy új házban, 10 másodperc alatt ér át az anyukájához, ha valami baj van. De ez egyébként emberileg nekem nagyon szimpatikus volt, most tegyük a szívünkre a kezünket. Nem azt mondtuk volna mi magunk is, hogy lehet egy 3 milliós házam? Igen, de lehetne egy 7 milliós is? Hát akkor melyiket választod a 7 akkor milliós? Akkor mi pedig azt mondta, hogy ő beírja a 3 milliós. Beírja, örül, köszönni szépen. Nyilván itt egy nagyon komoly mobilházról van szó, ami bevezetik a villany, bevezetik az áramot, téliesítik, és azt mondta, hogy nekik ez a 40-50 négyzetméter, ez tökéletesen elég, eddig sem laktak nagyobb helyen. És fantasztikus a dolog. Úgyhogy felhívjuk Tibort, és megkérdezzük, hogy áll jelen pillanatban a dolog. Ő ugye az a egyesületnek az elnöke, akik ugye hát megnyitott a számlát, jó akaróan ők összeszedtek erre a számlára 80 ezer forintot, ami szintén nagy pénz, tehát nekünk talán, ha lehet így mondani, egy kicsit nagyobb nyilvánosság állt a rendelkezésünkre, és ezért lett ez a pénz egy kicsit több. Megkérdezzük, hogy áll a dolog jelen pillanatban. Itt van Tibor, hello Tibor, jó reggelt kívánunk! Szervusztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat is! Jó reggelt, hello. Tibor, hát lassan reggelt. Már családtagként, ismerősként köszöntünk itt a műsorban, nem? De úgy csörgünk rá, hogy a Balázsék, jó, akkor mondom. Ugye, hát te is így beszélsz ebben a műsorban. Így van, ahogy mondjátok. Na, mi volt az utolsó összeg, amit néztél? Ugye kisebb-nagyobb adományok nyilván még a napokban is jöttek. Hogy állunk most jelen pillanatban? Mi már ezt lezártuk egy hetet, de tudjuk tőled, hogy még azért itt csordogáltak az még összegek. Még csordogál, igen, a pénz egy kicsit, de most már nem is az a lényeg, hogy jöjjön, tehát nem, nem ez a fontos. Nem is ez a kérdés, nagyon köszönjük persze a hallgatóknak, tényleg nem tudom hangsúlyozni, hogy mennyire kedvesek és segítőkészek voltak, hogy tényleg ennek a családnak össze tudtunk ennyi mindent szedni a ti réveteken keresztül, hogy így mondjam. Az a lényeg, hogy most per pillanat ott tartunk, hogy volt 4.350 valahány ezer forint, de ebből már kifizettük a mobilházat, ami tegnap megérkezett, letették. Előző héten még szombaton konténereket hoztunk és eltakarítottuk az egészet, úgyhogy most ott van, hogy 1.550 ezer forintunk van, ebből kell még megoldanunk a szigetelést és a fűtést. Tehát az effektíve a téliesítése zajlik akkor ennek igen, a mobilháznak. Igen. Uh-huh. Most arra még nem tudom, hogy lehet-e kérni a hallgatóktól olyan segítséget, hogy a szigetelés, ez igazából az nem találtunk helybe olyan vállalkozót, aki ezt meg tudná csinálni, hogy volna-e valaki. Természetesen most már ki tudjuk fizetni az összeget, tehát nem az a gond, csak valahogy meg kéne oldani. Hogy ez valami speciális szigetelést vagy technológiát igényel? Van, igen, egy Ászáron van ez a mobilház nevezetű cég, aki ez a mobilházat hozta. Ászáron meg lehet találni őket az interneten, és akkor ők meg tudnák mondani, hogy pontosan milyen szigetelés, vagy mi kell hozzá. Uh-huh. Jó, figyelsz. És azt mi is meg tudjuk oldani helyben, tehát az nem arra van vállalkozónk, van minden, tehát azt meg tudnák csinálni, csak ez a szigetelés. De képzeld, amikor elindítottuk ezt a dolgot, akkor nagyon sokan írtak nekünk, akik azt mondták, hogy ők anyagilag nem tudnak hozzájárulni, viszont kétkezi munkával igen, ha kell
kell fűtést szerelnek, ha kell vizet szerelnek, ha kell burkolnak, szigetelnek, tehát nagyon sok ilyen típusú felajánlás is jött. Úgyhogy szerintem egészen biztos, hogy már most az adás alatt tudunk valakit neked találni. Tényleg, ugye, ahogy mondtuk, ez az ország Jézuskája, tehát kicsit mindenki beleteszi, amit tud. Egy olyan embert, aki szigeteléssel foglalkozik, felveszi ezen céggel a kapcsolatot, ott elmondják neki, hogy milyen szigetelést kell alkalmazni, ő megcsinálja, nyilván az összegből már ki is tudjuk fizetni, tehát nem arról van szó, hogy ingyen kérjük ezt a dolgot, úgyhogy szerintem ilyen hallgatónk biztos, hogy lesz. Ha nem, akkor 10-ig várunk, és utána mi körbe telefonálunk néhány céget, akik ezzel foglalkoznak, és eljuttatunk hozzátok telefonszámot, Tibor. Tehát ebben is tudunk segíteni, persze. Jó, tehát kell egy szigetelő. Igen. Szeretném mondani, bocsánat, ez az, hogy tegnap azért a házról, amikor megérkezett, csináltam egy videófilmet, az most van vágás alatt. Holnapra elküldjük nektek a linket, hogy hol lehet megnézni, hogy mindenki lássa az országba, hogy végül is mire ment el a pénz. Hát amikor ők úgyis beköltöznek, akkor mi is szerintem oda... Tudod, addig meg lehet nézni, hogy hozták ki, milyen kamionnal, milyen izével, hogy tették be helyére, hogy a gyerekek már belestek az ablakon. Hát egy nagyon aranyos kis jópofa dolog, úgyhogy holnapra meg tudjuk mutatni, jó? Hogy nagyon jó. Ha akarja, akkor a weboldalon majd meg tudjátok nézni holnap. Kellene még valami a szigetelésen kívül, vagy a szigetelő szakemberen nem, kívül, aki ezt csinálja. Tehát ez nagyon jó. Gyakorlatilag... Nem, minden más már megvan, megoldottunk, tehát mondom, vállalkozó van, aki megcsinálja, tehát mindent megtaláltunk, ebből a pénzből már ki tudjuk fizetni, és akkor ők is boldogan beköltözhetnek. Szerintem egy jó 2-3 héten belül. Uh-huh. Tehát 2-3 héten belül rá is a költözés. Természetesen, hogy nagyon sok szeretettel várunk benneteket. Igen, ezt a múltkor is elmondtam, hogy hát gondoltam rá, hogy benézni. Esetleg beugranák, ha már így alakul. Ha már így jött a sorsak, köszönjük szépen, hogy szóltok. Majális jelleggel megérkezünk oda, persze, de igen, szívesen mennénk, főleg amikor is a gyerekek ezt így birtokba veszik, akkor azért így ott lenni kicsit a hallgatóknak. Leginkább miattuk beszámolni erről természetesen. Megyünk, erről egyeztessünk, tehát addig ez semmiképpen persze ne történjen meg. Jó, szigetelés. És egyébként szép kis ház, jól néz ki? Nagyon. Holnap ti is meg tudjátok. Jó, megnézzük mindenképpen. Nézzétek meg, 2-3 perces kis videó, és akkor legalább látjátok, hogy milyen lesz. Jó? És akkor már rögtön beköltözhető lesz, tehát hogy a szigetelés megvan, akkor műszakilag már nem kell semmi. A vizet be tudjuk kötni, mert ki kell látni a földbe, oda kell vezetni a vezetéket, hogy ne fagyjon el, stb. Tehát meg kell csinálni rendesen, és azért mondom, az egy olyan max. 2 hét, vagy esetleg 3, nem tudom, az időjárástól is függ a dolog, és akkor meg lehet csinálni. Nem kellett alapot építeni neki? Csak letették nem, a földön? Nem kell, hát ez teljesen mobil, hát ez semmi nem kell, ez letehető, kis kereken gurították be, és utána letalpalták. Na, írt már egy Balázs nevű hallgatónk, azt, hogy a szigetelést mi megoldanánk. Korábban is írtam, csak hívjatok vissza. Köszi, Balázs. Na. Tehát, hogy ezt tudtam én, csak annyi SMS-t kaptunk, hogy erre egy fejből az ember nem emlékszik, de tudtam, hogy erre 10-ig találunk megoldást. Úgyhogy Balázs számát eljutatjuk hozzá, de elmondjátok neki, mi kell, ők felveszik a kapcsolatot a céggel, és szerintem ez akár 2-3 napon belül, akkor ez is megvan. Jó, úgyhogy tényleg így mindenki nagyon helyes módon beleteszi az ők is szakértelmét, szaktudását, anyagi lehetőségét idézőjelesen mondva, és akkor szépen összeáll ez a dolog. Jó, Tibor, akkor egyeztessünk továbbra is, hogy állunk. Jó. Mi a helyzet, és akkor mikor van a beköltözés? Ha közben bármi kell, akkor te tudod, a Juli számát sokat beszéltek, Juli is téged hív, úgyhogy bármi van, akkor szóljál nyugodtan, mindent tudunk intézni, szerezni. Rendben van, és még egyszer nagyon-nagyon köszönjük a hallgatóknak a segítséget. Hát azt nem győzöm hangsúlyozni. Drága vagy, ezt mi is sokszor mondjuk, igen. Hogy milyen remek hallgatóink vannak, igen. Nagyon-nagyon-nagyon, fantasztikus, hogy az ország így össze tud fogni, ez számunkra nagyon-nagy élmény volt. Nagyon. Igen. Tibor, köszönjük szépen, köszönjük. Beszélünk. Jó? Oké, rendben van, sziasztok. Köszönjük szépen. Hát nem tudom. Azért alakulunk. Hál' Istennek csináltunk már egy-két jó dolgot, meg egy-két jó úgy mellé már álltunk, és sikeresen támogattuk, elsősorban ugye a hallgatóink révén, de engem még mindig lenyűgöz, meg megdöbbent az, hogy 9 óra 22-kor belemondasz valamit itt ebbe a mikrofonba, és 9 óra 24-kor már van rá megoldás. Igen, ez egy 8-10 év rádiózás után, amit eltöltöttünk itt más rádióban, és még mindig furcsa, nem? Hogy egy ember, aki téliesíti ezt a házat, aki megoldja a szigetelést, és 2 perc múlva itt van egy jelentkező, egy nagyon jó embernek a személyében. És látod, akkor is, amikor leállítottuk a gyűjtést, még mindig jött pénz. Tehát most ott tartunk, hogy tulajdonképpen megvan a ház, van egy csomó ruha, van berendezés, van minden, és még van 1,5 millió forint. Az ez szuper. Hát tulajdonképpen 3-4 héten belül ők effektíve újra tudják az egészet kezdeni. Szóval ebben ez a nagy erő, nem? Hogy semmiféle lehetőségük nem lett volna. És hogy nyilván hány ilyen család van még, de hogy pillanatokon belül egy kis összefogással az ember nem is
tudja fölfogni, hogy egyébként mit ad. Nem? Most mondom azon hallgatóknak, akik nyilván elutalták a pénzt, de hogy mit tesznek hozzá, hogy ott vagy négy gyerekkel, akik minden nap kérdően néznek rá, hogy mikor megyünk haza. Igen. És ott vagy 30 négyzetméteren az édesanyánál, és azt mondta, hogy nem megyünk haza. És a totális és nem tudod, hogy hogyan tovább, ezt még mi se tudjuk, meg ezt talán sokan nem tudják, hiszen nem voltunk ilyen helyzetben, hogy ilyenkor mi van. Segítened kellene a beteg édesanyádon, de te is segítségre szorulsz. Nagyon, nagyon nehéz élethelyzet. Na, csak egy mondat erejéig megkérdezzük Erzsit, hogy hogy van, mit szól, látta-e már a házat, mit szóltak a gyerekek, és hát egyáltalán hogy van, itt van velünk Erzsi. Hello Erzsi, jó reggelt kívánunk, szia! Hello, hát neked egyre jobb a hangod, nyilván érthető, de ennek mi nagyon örülünk. Mi is? Na, hogy vagytok? Hát most már egyre jobban, köszi. Egyre jobban. Tegnap meghozták a mobilházat. Na milyen, nagyon kis csecse, szépen néz ki? Nagyon, helyes? Nagyon szép, gyönyörű. Gyerekeknek is nagyon tetszik, mert ugye ők nem látták Ártáron, csak a kicsit vittük. Nagyon tetszik mindenkinek. Mit szóltak, amikor megláttak? Olvadoztak, hogy ugyanott lesz? Látták, hogy letelepítsék, hogy bemehessenek körülnézni. Aha, aha. Jó, hát ezen pillanatokban majd mi is ott leszünk, mert kíváncsiak vagyunk az ő hangjukra is természetesen. Ott akarunk lenni a szalagátvágásakor. Hogy. Adományok még mindig jönnek, Erzsi? Igen, jönnek. Tényleg még mindig ruhák, játékok, ugye amúgykor egészen elképesztő dolgokat mondta, hogy mik érkeznek. Konyhai eszköz jön, mindenféle, és nagyon kedves levelek. Leveleket is kaptok. Na, mit írnak? Kitartást kívánnak? Vagy segítséget ajánlanak? Igen, meg gyerekrajzok, kisgyerekek rajzoltak a csomagba bele. Nagyon édesek. De hogy a szülők küldtek valami ajándékot, és a gyerkőcök ezzel szálltak be. Igen. Jó fejek. A gyerekek érzik, nyilván érzik a hangulatváltozást, meg az események jó irányba való fordulását, nem? Tehát jobban vannak, jobb kedvűek? Igen, sokkal. Sokkal jobb. Hát lassan már egy ilyen garázsvásárt nyithatok a cuccokból, nem? Tehát annyi aminéletek van, hogy lassan, de hallottuk ugye múltkor, hogy van, aki tévét küldött, ruhákat, gyerekjátékot, tehát hogy így nem is nagyon tudjátok már ezeket tárolni. Van olyan még, Erzsi, nyugodtan, ez tényleg nem szemtelenség, mert ebben a helyzetben azt gondolom, hogy nem mondhatjuk azt, hogy ez az lenne, vagy telhetetlenség. Ami esetleg még nem érkezett meg, de nektek segítség lenne, nem baj, én csak kérdezem. Van-e bármi, nem, amit még mi meg tudunk nektek szerezni, meg tudunk venni, bármi olyan, amivel még tudunk nem, segíteni? Nem, semmi sem. Megvan minden. Minden. Tehát az semmi. Világon minden. Semmiben nem szenvedtek hiányt. Ez nem. Jó, beszéltünk Tiborral, nem tudom, hogy hallgattad, de szerintem hallgattad. Téliesítjük ezt a dolgot, találtunk szigetelőt, Balázs már bejelentkezett, úgyhogy őt összekötjük. Tiborral leszigetelik a házat, szerintem egy-két hét kitartás kell még tőletek, és tudtok költözni. Jó? Jó, nagyon szépen köszönjük újra és újra mindenkinek, a hallgatóknak, mindenkinek, nektek. Tényleg ez csodálatos. Drágák vagytok, köszönjük a hallgatóinak, nyilván ők is hallják, és aki nem, annak továbbítjuk. Erzsi, buszilunk, kitartás, egy másfél hét múlva újra jelentkezünk. Jó? Közben zajlanak az események. Köszönjük még egyszer. Köszönjük, vigyázzatok magatokra. Sziasztok. Erzsi, hello. Sziasztok. Na, jól van. Nagyon jó. Jól állunk, nem? Egészen jó. Megvan a szigetelés, és szerintem egy-két héten belül költöznek. Bútorozva, be van a ház, azt nézem őket egyébként, hogy a bútorok vannak a házban, hogy ezt mindig úgy adják, ezt nem is tudtam, hogy ez teljesen berendezett a házikó. Teljesen, letéliesítve, fűtés, víz, tehát effektíve egy szinte teljes értékű, nyilván mobil ház, tehát nem ugyanaz, de ha ezt szerették volna, akkor jó ez így. Jó lenne, hogyha az átadáson lennének hallgatók is. Hát lemegyünk, nem? Igen. Megbeszéljük Tiborral, hogy azért addig ne, már idézőesen vicces, hogy ne engedje be a családot, persze nyilván bemehetnek, de hogy ott legyen egy ilyen legyen együttes kis átadás, kis fesgővel összelocsolunk. Igen, rossz ötlet. Ilyen szimpatikusak. Ja, tudjátok, Jari, mint a hajónál. Visszaszállt! Bedől a ház oldalra, úristen, bocsánat. Megjöttek a... Mackenroll! Egyszer élünk! Igen, na, csak humorizálunk nyilván. Jól van! Jól állunk, drága hallgatók, köszönjük szépen mindenkinek. Tényleg egyenként nem tudjuk, nincs is nagyon lehetőségünk. Mindegy is, nyilván mindenki a lehetőségeihez mérten utalt. Az 500 forint ugyan olyan értékes jelen pillanatban, mint ha valaki 10 vagy 20 ezeret utalt, úgyhogy mindenkinek köszönjük. Ha valaki pedig adományt, segítséget, tárgyi felajánlást küldött nekik is egyenként, mindenkinek köszönjük szépen, nagyon helyesek vagytok. 9:30 van pontosan, gyorsan egy közlekedés. Ha valaki az M1-esen van, az még a Lébényi pihenőlet, menjen le a pályáról, mert áll a sor, a külső sávban a kamionok, belső sávban pedig a személygépkocsik. Hogy ez most akkor mi lett? Hát ez ugyanaz valószínűleg.
Ez ugyanaz. Nem a lébényi volt? De ez a lébényi, csak igen, ez a határ felé. Ausztria felé. Ausztria felé. Hát amikor bemondtuk, akkor és a Pest hallgató kérdezte, akkor mi még Pest felét mondtunk. Ajjaj, azt írták a hallgatók. Bajba kevertem magunkat, hogy ezt beolvastam. Mindegy, vigyázzatok arra felé. Bármerre mentek, érted? Adjatok az evegyet. Ha másik oldalon van, akkor se bámészkodjál. Pest felé. Pest felé, jó. Jó. Látod, Feri, azért néha jó, hogy itt vagy. Annyira szeretem, hogy bízol, hogy hiszel bennem. Tehát, látod, hogy lezavartuk volna őket Hegyeshalom felé? Egyébként tényleg. Nézd meg, milyen jelent. És Feri visszalátott minket a szakadékban. Hát az a most meg amikor hozza azokat a húsokat, annak is örülsz, azt én mondjuk leszállom. Hogy azért volt érdelme, hogy itt van. Most is tivadar az én barátom, érte csak hozott ma is enni. Már megérte. Meg ez a 7 év is, ami közöttünk van. Tényleg. Hát most mentek volna a Hegyeshalom felé le a pályáról. Hát a Pest felé menjenek a pályáról. Menjenek. 7:10 pontosan, egy perccel jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:10 lesz pontosan 9 perc. Múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek. Az M1-esen a dugó Budapest felé van. Most kerülöm ki az egyes úton. Nagyon jó járható dugó kerülésére már a Mosó-Magyaróvári lejárót ajánlom. Kávés Tomi küldte ezt nekünk. Köszönjük szépen. Tét belterületén a rendőrség előtt mérik a Győr felé menőket Fejér Szeárból. Ez pedig Sörös Juci küldte nekünk. Na, mi pedig mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy miről is beszélgettünk ma reggel. A fürdés van benne, ugye? A Berki föltett egy fotót magáról, de nem is róla beszéltünk egyébként, hanem arról, hogy a képen ő látható, ahogy ül a kádban, egy 2 éves gyerekkel. Szerintem semmi nincs a fotóban, viszont nagyon sokan felháborodtak, hogy egy felnőtt férfi miért ül be a 2 éves gyerekével mesztelenül egy kádban. Megvitattuk, van lánygyermek, ugye a stában van fiúgyerek, van ahol a 2 vegyesen, hogy meddig fürdünk együtt a gyerekkel, mesztelenkedünk, nem mesztelenkedünk, jó, nem jó, mindenki kicsit máshogy látta a dolgot. Érdekes dolgokra jutottunk, nem? Így van, így van. És érdekes, hogy a konklúzió az volt, hogy a végén rendezünk a Klassznyál keretében egy kitelepülést a Berényi nudista strandon. Igen, egy kicsit fura kanyar volt, de tényleg itt vagyunk. De csak kibögtük végre, hát az egész, de ezért indult el az egész beszélgetés, a többi mind csak Rizsa volt. Igen, komolyan próbáltuk megfejteni a szülő-gyerek kapcsolatát a mesztelenkedés terén, majd utána eljutottunk odáig, hogy menjünk nudizni egy kitelepülésre. Tehát váltottunk egy nagyot. Valamint 8 óra után filmeket kezdtünk boncolgatni. És elhatároztuk, hogy Feri kap egy 10-20-as listát, amit végignéz, és mindig elmondja, hogy mit látott. Hát a magam stílusában, tehát ha aki hallott már például teniszt közvetíteni, ugyanarra számítsatok a film közvetítésnél, tehát nyilván olyanokat fogsz majd fölírni, amik a legnagyobbak. Tehát, hogy így bárki ránéz, aki nem is filmrajongó, az is legalább 3 szereplőt fog mondani. Én azt fogom mondani, hogy a szakállas. Tehát, ja, hogy ott a Brad Pittnek van valami, föl nem ismerem. A szakállas, igen. Filmekről beszélgettünk, és arról, hogy Ferinek milyen elmaradásai vannak, illetve hogy mit kellene megnéznie, ha mondjuk egy 10-es listát mi összeállítanánk neki. Ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:10 múlt pontosan 2 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Csabikám, jó reggelt, hello! Szevasztok! Mi újság van? Csabi! Jani, vigyázz a sütikre! Kérlek szépen, ápa, ilyet te még nem láttál. Tőlem nem kell félteni. Kaptunk egy nagyon nagy láda sütit, és 3 sütis dobozt. Ezt a klasszikus papír dobozt, az egyikben van pogácsa, a másikban. A Jani 9 órától küldetés tudatban, már az előző megszállást is láttam, hogy egy remegő szemmel kikikacsintva beszéli végig. Kiment, és a műanyag, a nylon fecniket igazgatja, hogy így álljanak. Ezek az ő kis gyereké, a krémesek a Jani bölcsödéje. Tehát megy, rendezi szépen, vigyázz rá, hát ez így nagyon helyes. A krémes csoportban rendnek kell lennie. De mi van a flódi csoportban, és a zserbó csoportban, igen. Abszolút nem csodálkozom, nem a disznó sajtra ment rá, értetted. Érthető okai vannak. Nem is engedjük oda, annak van gazdája. Láttad volna, mennyien bandáznak át ilyenkor a szélszen? Tehát többen voltunk, mint a karácsonyi bulin. Egyszer csak a szeretet lehet körülben. Hogy akkor annyira népszerűek vagyunk, te figyelj, úgy szeretnek minket. Nagyon jó vagytok, srácok, eltek a sütiből. Így a mindenki rámegy. De tudod, mit csinálnak egyébként? Észrevettem, nagyon helyesek. Amíg ott vagyunk, addig csak úgy benéznek. A nagyon bátrak kapcsi bejön, Peti, odaül, megnézi. A kevésbé bátrak megvárják, amíg megszólalásunk van,
meghallják mindhárom hangját, és 8. Hallják, hogy vége a megszállás, és elindul az úgynevezett all-staff meeting. És elindul az all-staff meeting, és amikor vége a megszállás, kimész, és sehol senki, csak azt látod, hogy mint a bomba robbant volna, romok mindenhol. A bátrabbak jönnek, ha ott vagyunk, a kicsit kevésbé bátrak észrevettétek ők, akkor ha nekünk megszólalásunk van. És amikor kimész, egy picit zavarba jönnek, mint ha rajta kapták volna őket. Igen. Szia, Jani, mondom, kapcsim, már másodszor találkozunk, akkor is köszöntöm, amikor először igen, ne legyen lelkismert furdásod, az enyém volt, de hát meg nyugodtan. Jani, melyiket ajánlanál ezek közül a torták közül? Az ötödik félét gyűri be. Már melyik, amelyiket most nyeltél le? Igen, azt szerintem egész jó volt. Igen, azt nem ajánlom, kapcsim, ezt ne edd meg. Igen, és akkor tűnt el az utolsó falat. Na jól van, Csabikám, mindenre nem? Minden a legnagyobb rendben. Én is belekóstoltam Jani utólagos engedélyével. Van ez a kis kolbász falatka, én az édességekhez nem nyúltam, tehát ezt meghagytam a Janinak, mert tudom, hogy ő ilyenkor lubickol. Úgyhogy köszönöm szépen, én is. Bárki is hozta. Bárkinek. Ja nem, Tivadarnak. Tivadarnak, köszönjük szépen. A múltkor is egyébként nem tudom, azt hallgattátok-e, amikor jöttek ezek a oldalas falatok, vagy igen, nem tudom, akkor utána már a kívánság műsor már délután volt, amikor az úriember, aki behozta, érdeklődött, hogy minden rendben van, mindenkinek jutott-e, vagy esetleg én tudtam-e belül lenni, vagy a Balázsnak hogy ízlett. Tehát valami utóélet. Követik a dolgokat, igen. Persze. Helyesek. Na hívjuk a naphallgatóját, hát ha valaki gyerekek két hét után először bemondja egy morning show, mert az elmúlt két hetünk az nyomorúságos. Az volt. Nagyon nyomorúságos. Ha ez egy új rovat lenne, akkor most azt hiszem, hogy hagyjuk abba. ez nem nincs. Jó, ez nem működik. Megpróbáltuk, nem működik. Hagyjuk abba. Hát ha most. Morning show. Pici bizonytalanság, de utána. De nagyon kellett ez az önbecsülésünknek, hogy bizony, két hét után valaki bemondja. Jegyezd meg, hogy te mentetted meg ezt a rovatot. Igen. Hello, nem írtad alá, hogy hívnál. Sziasztok, Laci vagyok. Laci, hol hallgatsz minket? Szegeden. De jó, ott is szólunk tényleg. Laci, írtál egy nagyon szeles SMS-t, ugye Feriről beszélgettünk, és Feri film, hát nem is azt, hogy film kultúrájáról, de hogy milyen filmeket néz Feri. Film kultúrállatlanságáról. Vannak elmaradások, de nagyon szellemes volt, amit írtál. Azt mondtad, menj moziba, Feri, már van hang is. Ez volt az SMS. Nem mondtam, hogy az utolsó film egy Chaplin volt, de kijöttem, mert nem beszéltek. Megnézt a diktátort, illetve az aranyláz. Igen. Úgyhogy ez nagyon szellemes kis SMS volt. Küldjünk neked egy szép kis ajándékcsomagot, jó? Nagyon-nagyon szépen köszönöm, örülök neki. Ráfér a korepetálás a Felire, igen? Hát figyelj, mindenkinek vannak hiányosságai, nem baj ez, de most összerakunk neki egy listát, aztán elkezdi majd elemezni ezt a kis listát. Olyan szépen nem pácoltok sonkát, mint én mondjuk. Ez az mindegy. Is, ahhoz meg mi nem értünk. Egyébként tökéletesen hülye vagyok a konyhában, mint az állat. Semmi közük a Mangalica trilógiához. Mivel foglalkozol, mit csinálsz? Én buszvezető vagyok, most buszvezető. Éppen szünetem van. Éppen szüneted van. Mit csináltok a szünetben, ti buszvezetők? Hát eszünk, titeket hallgatunk, iszunk. Van ilyen bandázás, hogy kártyáztok, ott üldögéltek, malmoztok, vagy valamit csináltok? Hát inkább beszélgetünk, hogy egy kártyapart jött több idő kéne, de... Budapesten? Szegeden. Mi van még? Milyen jármű van még? Villamos? Persze. Van villamos. Troli is van. Troli is van. Van ilyen bubiszerű bicikli is már. Te egy ilyen kis bérehető. És autók is járnak, nem csak lovasszekerek, képzeld el. Te érdekes. És a buszvezetők azok vegyülnek a troli buszvezetőkkel, illetve a villamos vezetőkkel, vagy pedig ezek külön kasztok? Egyébként viccen kívül Szegeden úgy van, hogy két közlekedési társaság van a buszoknak, illetve a troli és a villamos egy másik. És ki a menőbb? Egyébként buszosok. De van olyan, hogy városon kívül így összejöttök időnként verekedni? Meg? A szegedi kerekerdőben van ilyen villamosvezető kontra buszvezetők, hajnali háromkor kumite az erdőben éjszaka. Na azért szeretjük egymást, nem. Ti se gyújtjátok fel a TV2 székházat. Dehogy ne. Ja, nem. Többször rajta kaptak, de mi még csak a beloszolását. Visszafogtam a kezüket. Igen, na jól van. Küldjük az ajándékcsomagot. Jó, köszi, hogy minket hallgatsz. Köszönöm hallgat. Szépen, mindenkinek. Köszi, hello. Neked is, ciao. Hello. Erről eszembe jut, hogy az csak ilyen városi legenda, hogy annak idején, amikor elindult az első Big Brother, meg az első Valóvilág, akkor állítólag az árpa, vagy önmaga, vagy valakit megbízva megpróbált beküldeni oda a Big Brotherbe, hogy kapcsolja le az áramot, vagy valami ilyesmi volt, nem? Ezt az árpa írta a saját könyvébe, de ja, valamit az is el kell adni. Tehát, hogy ez most igaz, vagy nem, ezt sose tudjuk. Igen, ez ilyen városi úgy kapott íróasztalt, hogy csak bement egy irodába, sokat volt ott, és akkor előbb-utóbb kapott egy titulust. Hát most ez van a könyvében, de hogy ebből mi igaz? Hát igen, ezt nem tudom. Ő valószínűleg annyira lehet csak vagány, hogy vitte, amikor eltávolítottak az RTL klubtól, akkor egy éjszaka elment a Kolosinak házat, becsöngetett és elszak.
Mi a barátok? Készül az újabb könyv. A hangi hasonlóságokért mondom, hogy ez az én hangom. Ez az én hangom. És az előbb is ezt hallottam. A szemét, ezt te voltál. De olyan jól tudsz, hogy Jani hangján beszélni. Ugye? Ilyetetlen jól utánzom a Jani hangját egyébként. Na. Újabb felajánlás érkezett a házhoz. Mit olvasd el? A sárga SMS. Mobilházra van biztosítás? Ha nincs, megpróbálhatjuk. Igen, nehéz lehet, de minden követ megmozgatunk. Természetesen ingyen, üdv a Gál család. De jó. Akkor jó, biztosítási alkuszok? Valószínűleg igen. Az nagyon jó lenne. Az nagyon jó lenne. Hívjuk őket. Szerintem ez jó dolog. Köszönjük szépen. Csabikám, remek zenék? Azt szeretném tőletek megkérdezni, hogy 96-ban ti mit csináltatok, emlékeztek arra? Én akkor érettségiztem. Én headbangeltem a Sing Singre. Mentem egyetemre. Én azt se tudtam, mi az a Sing Sing. 96-ban, hát mi már sajnos akkor majdnem a végét jártuk. De akkor jött ki a Strike. Azt hiszem, igen. Na jó, van, jobban is van a zenekar. Azt képzeljétek el, hogy 96-ban született meg az az énekesnő Új-Zélandon, aki aztán később 17 évesen már lemeztulajdonos volt, hogy 18 évesen volt két Grammy-díja. Tehát hihetetlen. Tehát azt hiszik magunkról, hogy milyen sikeresek vagyunk, és milyen messzire eljutottunk. Hát vannak azért még bepótolandó dolgok. Lorde, így van írva a neve. Lordinak szokták ezt mondani, vagy mások Lordnak, de nem keverendő össze a Lord együttessel. Szombathelyi Lord együttessel. Van egy nagyon hosszú neve, meg se próbálkoznék az eredeti nevével, Új-Zélandia hölgy, és az első lemezéről, amiért mondom, két Grammy díjat kapott, és 2013-ban jelent meg, tehát nem az újdonságok közül ajánlok megint, a Royals című dalt fogom megmutatni nektek. És ő Lordi? Tehát ő a Lordi? De nem az a Lordi. Ja, de nem az a Lordi. Tehát van a Lord Szombathelyen, van a Lordi valahol fenn északon, akik aztán később Eurovíziós dalversenyt is nyertek ilyen nagyon-nagyon. Ja, de, na, de ez nem ez nem az. Aha, figyelj, a nem két Grammy-t nem így kapta, hogy esetleg ugye így összekeverték valakivel? Igen, a Vándorért. Ja, de ez nem ő, jó. És ezt szereti valaki? Nagyon tehetséges a lány. Most már csak kérdezem a gyerekeket, hát őszintén. Az és nagyon jól énekel. Ja, akkor meghallgatjuk. Jó, nem ismerem, hát azért kérdezem, mert nekem is. Senkire nem szeretik, de pont azért kapta a Grammy-díjat, hogy hát, ha te is felkapod rá a fejedet. A Ragadozók albumát én is nagyon szeretem. Na, meghallgatjuk. Csabi jön a kívánság műsorral, 555-55-00, ez a telefonszám, mi pedig jövünk holnap 6 órakor. Szevasztok! Szevasztok! Hello. Ciao, ciao. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt.